Hello, hello, sziasztok, sziasztok! Hurka Channel ismét köszönt titeket. Na, hát kezdjük is a disztonkodást, vagy a malackodást. Folytatjuk onnan, ahol ugye a múltkor hát elég rosszul végeztük. Aztán meglátjuk, hogy mit tudunk ma összealkotni. Sziasztok, sziasztok! Szia, Suzy Moose, szia, Andi! Papikám, szia papikám, hát te miért nem dolgozol, papikám? úgyhogy elkezdjük, aztán meglátjuk, hogy mire jutunk, mit tudunk tenni itt a történtek után. Adom is akkor nektek itt a képet, aztán csapjunk bele a lecsóba. Vaj, rozigyétje, jaj! Andiké, hogy aludtál, Bori? Még pihentél rendesen, Bori? Hát rendesen hallod, de még mindig fáj a kupában, nem tudom, mi lesz így. Ja, hát ott az utolsó az én voltam, mert úgy horkoltál, hallod, mint egy háborús zaj, vagy mi az egy ágyudöngés, vagy nem tudom, vagy azt hittem először, hogy vihar lesz, hé. Azt hallom, hogy te horkolászol mellettem, azt kupán csaptalak, el is hallgattál. Jaj, hát aztán régen tudtad hallgatni, nem? Régen még szeretted is, most meg ezért is nyavajok, szóval nem érted, ja, jó neked. Ja, mert még régen érdemes volt fénykéteni, Bore, ha most már mindegy. Ja, hogy régen, régen, úgy látom, hogy már minden csak régen volt. Na, hát a múltra szépen gondol vissza az ember, nem? Na, hát mondjuk, ez jó hangzik. Azt figyelj, azt mondd meg, Csajé, mi lesz most itt velünk, a Makkos Márián hallod, vagy hol a gyászba vagyunk? Hát a Tiszatónál, nem? Ez nem az? Ami ekkora Tiszató? Hát a pályban vagy, dagály, nem értek hozzá. Kami van benne egy-két kavics, hát majdnem ugyanaz. Hát szörnyű hallod, szörnyű. De mindegy, induljunk el, gyere az hallod. Az a baj, hogy én félek, igen, a puma támadástól, Bori, most. Miért itt vannak izék, macskák? Hát nem egy cirmos cica hájról van szó, hanem egy pumáról. Hát figyelj, Csajé, figyelj, azt mondom, hogy vágjuk neki, az lesz, ami lesz. Na jó, van, hát itt nem maradhatunk, ez jogos. Figyelj csak, ha jön a cica, más ne próbáld meg megsimogatni, menj oda te előbb hozzá, jó? Hát, ha rád jobban hallgat. Jó van, megbeszéltük, igaz, az asszony is macskás, jó van. Ja, de figyelj, merre menjünk szerinted, arra menjünk, vagy tudom, erre? Hol vagyunk, hé? A merről jöttünk. Hát, szerinted emlékszem írra. Lehet, erre kéne mennünk, arra főfelére. Menjünk oda. Hát jó van, papucsba élvezett lesz, te. Meglátom ezt az embert, és szájba verim. Hát, na hát ez az, akkor most ezt is meg kéne beszélünk, hallott, hogyha... A pikken itt, Bore. Hát, ha ez legközelebb kaját akar hozni, megkötözöm, he. Ja, még azt mondja, piknik, hallott. Piknik. Hát nekünk az volt, ez tudod mi volt? Kemping volt, nem piknik, kemping. Hát az. Azt egyébként figyelj, Csaj, kik azok a izék, az a szlovákok voltak itt? Jaj, ma megszélünk. Hát olyan nyelvén beszélt, hogy nem értettem. Hát akkor most vagy ómagyar, vagy szlovák? Hát én nem tudom, az hányan voltak azok itt? Voltak két kocsival, hallod? Hát a két kocsival tudunk jönni ketten is. Hát elég sokat, mennyien szálltak ki belőle? A kettőből ketten, hát az, a matek az nem csal. Hát hallod, mindig ránk hozzá győző a veszedelmet. De most nem tudom, hallod, most rád akarta hozni, Csajé, vagy rám? Hát, vagy mit kentőkre, te? Hát mit mutatott neked az, mielőtt elhagyott minket itt a kempingezőn? Jaj, hát hozz... Ami papírt magyarázott ott neked, de hiába mondtam, nem olvastad fel. Ja, hát persze, hogy nem, mert azt a dénes tesztet hozta, vagy mi a gyász, tudod, az izéről, a Ricardóról. Ja, de hát azt is. Ez mondjuk baj. Hát jó. De figyelj, azt mondtam, akkor is jó van, igaza van neki. Persze, ebből ki kell kelni itt meg minden, ez jogos, azt mondtam jogos. Felháborodott igen, jogos, például. Te is felháborodtál volna meg én is. Hát persze, de hát most azért az életünkre törni, ezért érted, Csajé. Hát most... Hát meg ez a szlovákokat megint ránk rangatta, hé. Hát meg akar törni minket, szó szerint. Hát figyelj, minket nehéz meg... Ja, arra menjünk? Hát nem tudom, a fingom nincs, ha menjünk, az lesz hát, valami. Hát neki te vagy a férfi, te vagy a nagy GPS, nem minden férfi nagy GPS, mert nem kérünk útbaigazítás sose.
Jaj, hát jó van, nagy GPS, nagy GPS, aztán idehoztak, azt se tudom hogyan, kupán vágtak, aztán érted, az nagy GPS, hát megyünk, az lesz valami. Jó, Bori. Ó, de azt nézd meg, kicsit a kilátás van innen. Na, te már ezért megérte ide feljönni. Itt is megállhattunk volna. Hát, ugye? Hát most nézd meg. Szemlett volna a pikedik. Hát, micsoda panoráma. Nincs innen alad egy vászon, meg egyset lefesthetnénk. Az kajább sincs, még semmi hallod. Hát figyelj, mert nálam van pár olvat fagylat, meg egy-két büdös burgersút. Az még azt mondja, hogy piknik lesz. Ó, na a papucsban nehezebben megyek, Moré. Hát jóval látom, klaffogsz itt utánom, csai. Hát tudtam én a kirándulós klub patkőfejé védném, de hát, Moré. Jaj, te, gatyafék. Gatyafék, hallod? Jó, te, tiszta vízholjag lesz a tápam, te én ezt a győzőt megverem. Hát ezt is akkor most mondd meg, mit csináljuk vele, hallod? Hát... meg kéne először is keresni, azt akkor számon kéne, hogy miért kér számon. Hát, ja, ez az. Jó, jó mondod, Csai, jó mondod. Hát, amikor mondtam én itt hülyeséget, csak sose hallgat... Jaj, jaj. Sose hallgattam se. Jó, mi. Na, jó, de azt a Gino-kával mi van, heti láttad? Gino-kát? Nem. Ha? Nem. Azt most gondold el itt ezzel az őrült elmebeteg győzővel, hallod? Ő vigyáz rá, hát szerinted? Jó, te anyám, hogy itt megint ránk hívják, jó, Moré, mi lesz itt? Hát mi? Megmondom, azt, hogy elvonják a családi pótlékot, aztán akkor majd lesér. Jó, na, az lesz. Üss a szádra, mert én ütök oda. Jó, a Galibát, azt tudja te, hát nem tudtad volna normálisan megregulázni azt az embert? Hát most na, az is az én tisztem, hogy őt regulázzam. Hát te vagy a családfeje, hely, hát te azt mondod, hogy nem, akkor nem, most ezzel mit kell variálni? Na, hát akkor azt hiszem eljött a pillanat, mely azt majd most meg lesz regulázva. Na, azt hiszem. Nagyon helyes, Moré. Hát ezt hogy lehet ezt hagyni, hely? Hát míg behozom anyukádnak otthon, mit gondolhat te ezt meghallja a városból, falura? Azt hagyja még a izét, a szomszéd, vagy a falu, vagy mit tudom én, majd ezt fogják beszélni, hallod, de szépen leszünk. Ja. Nincs már hatalmaról bejönnek, nem bírja őzővé. Discord szervereket megtaláljátok a leírásban, illetve itt a cseten is, hogyha szeretnétek játszani a szerverem. Majd. Megmutatod ki a főnök, azt akkor hát, ha észre. Hogyha szeretnétek csatlakozni a saját Discordomhoz is, gyertek, gyertek, lájkokat is nyomjátok, ha tetszik, köszi. Ott vagyunk pár, vagy mi lesz? Őszintén megmondom, én azt sem tudom, te hova a gyászkarikába mentsz. Hát mit tudom én? Hát itt ez az út, azt megyünk rajta, az csak lesz ja, valami. Ja, a sok izé kempingezős ember biztos kijárta. Hát épp tudom. Hmm. Na nézd csak, ott egy izé világító toronyá, ott már csak lesz valami izé ember vagy valaki. Hát fény biztos lesz, Moré. Este meg majd a hajók erre gyűjtnek. Ott lehet. Elkötünk egyet. Ó, te. Azt leadnánk a vasba. Egy nagy hajót a marad. Hát látom, vág az összed csai. Ha valamit csak tanultam tőletek. Ó, adja azt megette. Azt nézem, most itt megyünk lefele, akkor utána meg megint főfele kell majd menni. Hát nem hiszem ja, tiszta, ez tiszta az életritmusunk, Bori. Na, hát eddig akkor... fent voltunk, most le. De most megint... De itt már nincsen út. Ja, hogy ott az út? Jaj, vigyázzál, Csai, vigyázzál. Jaj, te mindjárt leszek ad a papucs tápa. Csáó, Roki, kicsi séta. Jó, eddig a lendület, he. Jaj. Néző, tudta, hol kell kirakni minket. Jaj, te nagyon viccesen vagy felülrű. Jaj, te szoktál vicces lenni felülrű, Csai, csak hogy ezt mondja. Jaj, nem tudod, merre nézni, jobbra vagy bára. Hát hallod. Jó, van egy olyan érzésem, hogy évesztettem én a győző lelkit, Moré. Hát, de figyelj, minden esetre, Csai, az első dolgunk az lesz, hogy a védekezés, mert veszélyes az ember, veszélyes. Hát, sose volt normális. Hogy minket erőszakoskodik állandóan. Hát ez az. Ránk hozta a szlovákokat, ránk hozta a bajt.
meg akar tölni minket, hallott. Hát, hát figyelj, szerinted, hát itt hagyott minket, szerintem azt hitte, hogy meghaltunk, nem? De... Hát lehet, még bázni, hogy csak izé aljultunk, aludtunk és szenderedtünk egy jót. Hát, ja. Ja, úgyhogy hát... szépen védelmet fogunk építeni, Csai, az lesz. A falat húzunk? Az. A tűzfalat, az, mint a kompjúterekben? Főhúzzuk a tűzfalat, Csai, aztán kész végé. Ja, remélem, hogy azon a basemalütő nem üt a... Hát az tény is, úgyhogy elmegyünk a izéhoz a... Van egy nagyon jó barátom nekem ott a szerelőtelepén, ott szokott izélni. Egy, hát egy ilyen fehér öltönyös rossz fiú, tudod? Adike... Nem tudom lá, mint azt egy... akkor a győző hozza ránk a bajt? Azt te haverkodsz a rossz fiúkká? Hát te hallod, de én mikor hoztam a családra bajt? Na most azt mondd el nekem. Hát na jó, mondjuk ez is igaz, de látod, amúgy ő volt anyukátok kedvenci, meglátszik már, ne haragudjál, meg úgy éve kapatva. Hát, de majd visszakapatom én, azt hiszem, most már rendet csinálok itt. Védd fel a hangodat, Moré. Ezt nem lehet tűrni, hagyni. Hát nem, nem. Te nézd már, hallod, Csai. Na, hát az ja, nem az a... te, jól látok, az egy kék kis... Hát az valami... a madám, te. Hát az a zsiga. Ja, hát ez... Ha hogy kerül az ide? Hát lehet valamelyik idióta elhozta a reptérül, azt itt hagyta pont. Oh. Mert nem ott hagytuk. Hát ja, a reptéred. Hát akkor nem tudom. Hát, lehet, ha gazdájához talált, mint a Harry Potter, mint tudod, hazament. Jaj, nem hazament, hanem az eltitkokkamra. Jaj, nem, várjál, hova ment? Hát én nem az erdőbe, mi ment? Lehet az Arnótka volt az, nem? Hát az mondjuk lehet. Mert annak vajog, ahol hagyjuk van jogosítvány, benzinben az. Benzinnel megy, nem jogosítványja. Ja, na aztán most mi legyen, Csai? Na most akkor hova megyünk, szerinted? Hazamegyünk? Hát ha mázlik van, akkor alszik, tudod, horkantyózik valamik lakókocsiban, azt akkor csak nem vesz észre, hát menjünk meg, tartalékoljunk fél, mert a telefonomat valahol elhagytam a pusztában, hát a rádiómat is, na. Hát nem belerakadta izé a kocsiba, szerintem ott lesz benne, gyere nézzük meg. Na nézzük meg. Hát ha nekint kell kaja, van otthon kaja? Hát nem tudom, nem tudom. Hát jó van, jó van. Na gyere, Csai. Na, nyílik? Nem ragad az ár, jó? Hát nem, nem, nyílik ez. Ó, te. Ó, Morehe. Ha van itt, jó van, de egészségemre, na. Na, hát inkább kit, mint bent. Ja, figyelj csak, van itt telefon, van itt rádió, van itt minden. A már ki is vettem. A vissza, a ségbű veszek egyet, a ségbű. A meg az a két cigis az enyém volt, várjál, belerakok nekint valamit. Itt kettő, egy volt a tiéd, ne hazudkál, hogy mind a kettő a tiéd volt, Csai. Amúgy igen, nem baj, visszaraktam egyet, ott van az ajándékod alatt. Ah, jó van. De hallod, szép fölléptem a rádióra, szerinted beleszóljuk, vagy mi legyed? Hát... Azt a győző meghallja a hangunkat. Ha figyelj, beleszólok én, azt akkor... Nem tudom. Én már hozzászoktam, hogy úgy beszélj vele, mint egy hülyével, úgyhogy te ne védd magadra, jó van? Bele szóljak? Na, szólj bele, Csai, szólj-e. Noszi van fiatalság, bizuval, he. Te hallottál? Persze, persze, hallottalak. Ó, jó van. Hát te hallod, hát ez süket, mint a izé. Mint az ólajtó. Hát, mert mint az, ja. Mert az ólajtó, az miért süket? Hát, azt most épp tudom neked megmagyarázni, Csai. Egyszerűen csak fogadd el, hogy süket. Hát, a győzőt is elfogadtam valamikor. Talán hát, ez is menni fog. Hát, az is süket. Na hát figyelj, most akkor én értem, hogy jó idő van, meg hasonlók, de hogy nem lehoznék, maradjunk annyiba, mert így is szép a színem. De hova menjünk? Azt mondd meg. Menjünk akkor haza, vagy menjünk ahhoz a szerelőpajtásodhoz? Hé. Hát figyelj, figyelj Csai, én Amondó vagyok, mit szólál hozzá, hogyha megközelítjük a izét, az objektumot. Ha melyiket? Hát elmegyünk haza, ja. Elmegyünk haza, de mégsem megyünk haza. Ja, csak itt teszünk egy kört, mintha csak pont arra, ja, jó van. Hát ja, tudod, így megnézzük, hogy mi újság van, mert... Addig szarvas. Ó, de szép. Jaj, most lenne egy puskánk, hallod, miért fűzni ja, belőle. Én arra gondoltam, hogy hol a Mikulás. De amúgy az se rossz, amit te mondasz. Á, ugye? Tika kolyot, ott a kutya, de.
Hát ide kéne kijönni vadászni, hallottsai. Hát én még puskát soha nem fogtam. Ah, de szép kori pintyáv. Hát hallod, látod, a gazdagok leszünk egyszer, majd ide költözünk. Ja, Maréti, ezt nem felejtem, én remélem tudod-e. Ha bevezetél a szakadékba, akkor haragudni fogok rád. Hát jó van, de várj még a fejem, tudod, az a baj, úgyhogy lehet, hogy majd be kéne menni a izéhoz, a dokihoz is. A doktor bácsihoz? Ja, jó van, hát figyelj. Ha megnézhetjük, ha mázlid van, benn van a kis izé, aranyhajad. Jaj, a kis vörikémet mondod, mit te? A nedves padlásodat, vagy mi az? Nem padlás, mi az? Az a penészes, pince. Penészes pince, tudod? Ó, a gomba foly. A gomba csak pizza jó, vagy pörköltbe? Jó kis tejfölös pörkölt, jó kedlivel, jaj. Á, ugye? Főzzük ma, hé. De hát... De jó, most nem a dokedli az első, jó van. De osz, ha ez az idén, mint egy állat, valahogy zsinókát elhagyta. Hát nem tudom, de féltem azt a gyereket is, hallod. Hát most gondolj bele, egy ilyen élmebeteg pszichopata, hallod, mit fog vele tenni, te? Sírni fogok, Kori. Tudtam, hogy nem kép felhozni borsodból, de ragaszkodott hozzá. Jó, Istenem. Jaj, de aggódjál, megbentjük zsinókat, megbentjük. Ó, azt ha izé, ha ő is agresszívoskodni fog, mint az apja, akkor mit csinálok? Hát nem tudom, Csai. Ezt úgy kell csinálni, hogy még időbe kell a dolgoknak a... Te hova jöttél, oda lépni. Hát mondom, én nem merek bemenni, hallod? Áhé... Addig nézd be, milyen zsukkel kocsi az, Boré! Hát mi van itt, Boré? Tika, vissza a jövőbe 24! Hát te hallod, ha mi van? Jaaa... A rejtély elték! Ezek a Szobsztár gépszivattyú, mi folyik itt, testvéreim? Üdvözöllek, biodiverzitás lényegét! Sziasztok! Áldás neked, vaskanibál! Eljöttem hát, hogy megváltsam az életemet, mert látom, te mindenáron be akarsz engem dugni a nagy olvasztóba és a présgépbe. Úgyhogy elhoztam neked a kívánt kincseket, aranyakat, gyémántokat és mindenféle jót, hogy megváltsam az életemet, és azt szeretném, hogyha a legjobb barátok lennénk. Jaj, hát hallod, Csai, te, hát ez a robotka, ez a vacs, ez hallod, kezdi már magát a szívedbe lopni, te. Hát fordítva kellett volna, mert te lopod Eroszt, ez nem történt volna még. Várjatok, vaskanibálok, lenne még egy érdekes kérdésem. Na, mondjad, Bori. Itt találtuk ezt a vittes alakot, azt se tudjuk, ki az. Hát figyelj, Bori, én sem tudom. Hé. Hát figyelj, ez megmondom neked őszintén, ez egy olyan környék, megtaláltad, megnyerted, vigyed. Aj, de tőle te gondolod, te vagy felé felelősségi. Hát nem tudom, de ha sminkélek, amúgy én is idézek ki, csak szólok. Az igen, de azt te hallod veled... Na mi a te becses neved, mondja te bolond? Én nekem? Nem, az elnöknek. Ja, az elnöknek? Nem tudom, de az én nevem udvari bolond. Rendben, akkor te leszel az udvari bolond, alias Bohót. Azt akarom megkérdezni, van-e gazdád, vagy bármi ilyen... Gazdája, Bori! Nincs még eddig. No. Akkor azt akarom megkérdezni, a közeljövőben akarsz-e velünk a mi kis kompániánkhoz csatlakozni? Igen, igen. Kérdezze, bájom. Hát tényleg, a mai naptól társod el, és akkor megírjuk majd a szövetséget, megírjuk majd az oklevelet, megírjuk majd a munkaszerződéset. Hallottam. Hallod, robotka? No. Cserébe nem akarod itt hagyni nekem ezt a bájmot, Bori? Piatok békén. Hát, Dick még beszél, hallod? Jaj, te! Ha mi van veled? Ja, mit a saját kreálmányom ez a majom. Na, botto, DNS molekuláris átültetést hajtottam rajta végre, és implantátumos csippeket raktam az agyába. Ő is szuper emberi intelligenciával rendelkedik, és a beszélőkészsége is rendkívül kiváló. Értem, az vasat tud gyűjteni, azért. Azt nem tudom. Így mondok valamit neked, te,
robot havetta. Van egy film, az is így kezdődött, aztán a majba kurajták a bolygót, te arról azt még nem láttad? Természetesen a majmok bolygójáról van szó. Hát remélem, hogy Csuppika nem lesz olyan együgyű, és itt lekölykezik nekem. Ja, viszlát! Ó, hallod, ránkozod a veszedélbet, robotka, hallod, ha te piszleké. Na várj egy kicsit, hadd adjam át itt a hölgynek a kincseimet. Ja, helyes, jó helyre teszed, Bore, jó helyre. Majd én átveszem, te hallod, majd én átveszem. Ja, te, hát tudjuk jó, hogy a Bobi lesz megint Gucci táska, meg izét. Ja, Bore, hát ilyen fuxot hol láttam, itt te még kirakad be se raknak. Na, mutasd csak meg, mutasd csak. Pontos kérdéseim van, még itt kéne nyilván, Zafir, Bobi vagy ez is. Hát figyelj, meg. Így, megmondom neked őszintén így ebbe a sorrendbe. Igen, de figyelj, Rubin gyűrű, te azt ezt felveszem, azt hajon, megmarad a fülembe? Hát a kosz marad ott a fülembe, nem ez. Ja, Bore, te ezt le kell rakni. Hú, he. Várjál, adok neked egy szöttet. Még smaragd gyűrű, he. Mi a kedvenc számod, Bore? Hát el leszel itt hábozva, nekem én a 40-es szerintem. Na figyelj, kapsz egy ilyet. Jó, hogy azt figyelj, te lehet még se kellett odaadni volna ezt az udvari bolondot, figyelj, a stopptáblát begyűjtötte, hallod. De hát ezt jó elbuktuk, Csai. Nézd meg, gyűjti az angyalimot. Hát én nem buktam el, te ha láttad, mennyi fogsz van a zsebembe. Ó, Csai, az igen, de ez a szórjad, nagyon jó, nagyon jó. Ott nagyon jó. Már fel is tudjuk bérelni itt a izét, a szlovákok ellen a csapatot. Nagyon jó. Na, te ebből hol látsz te ebből bármit is? Te csak azt ezt hiszem, pedig Bore. Neked hoztam, Vaskanibál. Ó, mit hoztál nekem? Jaj, a fuchs, azt a mindenség itt, micsoda fuchs. És kapta az a fír? Várjál még, várjál. Ja, hát ez akkor nem, ezt még te adtad. Ezt fel lehet venni? Robot izé, mikrobi, ezt fel lehet venni? Addig a mikrobi. Én is adok neked, hogy izé, nem vigyél a most várjál, ha félviszél. De figyelj, ezt meg azt meg osztanak el, ezt megjegyed bele megyek kettőt. Egy kéz, egy jó. Gold Rolexi. Jaj, még Gold Rolex. Még azt mondja, Gold Rolex, azt figyeld. Hát csak ide, hadd nézzél meg. Mit nézzél meg te? Hát a Gold Rolexit. Na, egyet megmutatok neked, egyet. Milyen Rolex a Rolex? Ja, akkor azt tök, nem tudok olvasni. Nem tudom, hogy jobb nyelved. Rulik, ja, te én nem kaptam semmit. Ha most hát, jaj, de ne hattázzál nekem, odaadtam neked a kezedbe, belegyújtam egy Rolexet. Ne hazudjam, Bore! Köszi, Roki. De én nem látom, hey! Hát mondom, hogy jaj, de ne csináljad, odaadtam neked, nem te? Nem adtad ide! Na, nem versz át, odaadtam. De most motozzál át, nem adtad ide! Ott van benne a zsebedbe, mondom, ott van, odaadtam bele a zsebedbe. De látod, hogy fityek benném az arany, vagy hát, mi ez? De ott van, be, nyújj bele a zsebedbe, ott van, hát halljak meg, hanem. Hallod, de te Vaskanibál, hagyd a veszekedést és az asszony molesztálását. Ha? Sokkal inkább meg szeretnének kérni arra, hogy egy tudományos kísérletben segíts nekem. Ki? Én? Ó, igen, na te... végre valaki értelmiséginek néz engem, mert na mondjad, miről van szó. Arról lenne szó, hogy meg kéne nézni, hogy működik-e a telefonom. Mondok neked egy érdekes telefonszámot, azt hív fel, és hogyha kicsöngök, akkor az lesz az én telefonszámom. És ha nem csöng ki, akkor kinek lesz a száma? Nem tudom, remélem működik ez az átkozott telefonszám. Figyelj be, de állatok milyen készüléket? Diktálom, vigyázz, diktálom. Na, mondjad, robotka. 0 1 0 1 Jó, te nem hosszám. 1 0 1 0 0 Jó, de utáltam a kettes számrendszert, hé, hát. De mikor, figyelj, te ilyen programozó, ilyen izé vagy, ilyen developer, loper vagy mi? Lét átkot lett a telefonodra, hé. Bitcoin developer leszek, higgyétek el nekem. Hát figyelj, robotka, hát rossz hírem, mert azt írja, hogy a izét... Na mondd még egyszer a számot, hát ha elírtuk. Hát az biztos, mert nem tudsz egyik se egy számot. 0 1 0 Ezt a telefonszám. 1 1 1 0
Egy. Ott a bártya, már posgabaj van, Bore. Ott te. Lehet, hogy még síg leszek az értelmiségi, akit te keresél. Hihetette, hogy ne bír egyeseket és nullákat megjegyezni, hihetetlen. De várjál, Bore, megpróbálom még egyszer, azt mondja. Nulla egy. Nulla egy. Utána volt 11, ha jól emlékszem, ugye? Igen. Aztán 0-1. Aztán 0-0. Igen. Aztán helyes. Hát, hallod robotka, ez szerintem lehet, hogy oda kapcsolják a hívást, ahonnan jötti. Mert itt ez nem elérhető semmi. A lejt áttisztítik a piacon, ha hol vettél ezt a telefon, Akkor vették még a kártyámat, nem aktiválták. Na mindegy, van egy ilyen kártyám. Kérek, akkor most ezt kéne felhívni. Kiszedtem belőled, de csak nem tudsz róla. Hát én meg azt hittem, a Blahán vetted a telefont, Bori, azt az én nem tudod használni. Van itt telefonnyugalom. Veszélyes, még levegőt is venni. Ezt a izét telefonszámot. Jó, tehát ez a bohóc, ez így csinál. Akkor ezt a számot hívjátok föl, legyen szíves. Hát, na melyiket? Azt ez is ez 0-2-2-0-0-2 lesz, Bori, vagy mi? De jó, nem, ez 8-9. Ha várjál, Bori, várjál, mert befagyott az iOS. Ja, milyen szájó ezt ti? Na, most mondhatod, hihet? 8-9. 29. 05. 67. 27. Én nyitom neki a csomagtartó, gyere, passzíts bele. Oké. Okay. Hát ez csörög, Bori. Nagyon helyes, jó van. Hozzá még, Bori. Attól, hogy a számomat még nem írták át, pedig megigényeltem a legújabb típusú Vodafone kártyámat. Ja, ott basztad én, hogy Vodafone. Az dobd ide nagyon gyorsan, Vodafone-dal szóba se álljál, Bori. Oké, hogy piros, de az se jelent mindig jót. Hát a főleg nem, ja, mondjuk havonta egyszer örülünk neki, hogy megvan a piros, de amúgy nem mindig jó. Hát te örülsz neki, Bori, hogy ne, nem lesz újabb gyerektartás, nem lesz újabb gyerektartás, hogy ne örülnék már neki. De a hangulatomnak nem örültük. Na, mikrobi, akkor elkapom a bájmodat, azt viszem haza. Kemőkő. Na, várjál, hallod robotka, arról beszéljél, milyen bizniszünk lenne itt nekünk, mert lehet, hogy most meg vagyunk szorulva egy kicsikét, mi is az a baj, tudod. Hát az igazság, hogy teljesen inkompatibilisek vagyunk itt a városi dolgokban, ugyanis semmiféle önvédelmi eszközünk nincsen, nem tudjuk, hogy kell fegyvert gyártani. Vigyél egy baseball ütőt, azt le vagy tudva. Ütő mennyire elégséges, én ezzel az egy vidéki Jedi karddal az ellenlámpával de akkor jó, tartok, ez se sokra elég. Alapból csillogsz a napon, mint a nap, hé. Na, hát figyelj. Nekem igazából lőfegyver kéne, és itt a szerény csapatomnak. Na, figyelj, drága robotkám, hát megmondom neked őszintén, hogy ebbe mi neked tudunk segíteni. Mégpedig. Ó, nagyobb lelkesedésre számítottam. Ha lehet az agycsipjé mennyi van beültetve, hé. Ó, hát azt át kéne programozni, akkor hallod. A te mikrobi az a te kocsid ott előle, vihette még körre. Vigyázz ne, hogy összetörd, ezt vetted, után szarul lehet vezetni. Akkor inkább hagyjuk, mert én te beseljük, Csai, hallod. Hát a háztartást is alig vezeti, nem hogy egy autót, jó. Na figyelj, robotka, az van, hogy tudok én neked izét, tudok én neked egy olyan helyet, ahol, hát mit mondjam, tudsz ilyen jó kis fegyvereket összerakni, tudod? Ej, csodálatos, csodálatos. Na de viszont nagyon fontos információ, hogy ezt nem kaphatod meg most jelen pillanatban, hanem majd nem tudom, majd így elküldöm üzenetbe, hogy hol találod, vagy tudod, ilyesmi. Értem, értem, mit akarsz, nem szeretnéd, hogyha mások is megtudnák. Így van, így van, így van, így van. Köszi szépen a feliratkozást, üdv a Hurka Channel-en, köszi. Na ja. És a bankrablásra hogy álltak? Biztos pénzek beszerzésével? Hát én mosom, én még azt mondja bankrablás, hát figyelj, drága testvére, megmondom neked őszintén, hogy hát hogy mondjam, egyszer voltam a Pöttyös ABC-ben, tudod, hogy elhozzuk a kasszát, hallod? Azt hol kötöttem ki a sitten? Na, ennyit erről. Látszik, nagyon talpra esettek az itteni rendvédelmisek. Hát, vagy szerencséjük volt, megmondom.
Igen, 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 szerencséjük volt. Ja, úgyhogy hát megmondom őszintén, hát most nézd marra, ma té bankba, tudod mikor megyek, max kölcsönért, de hát onnan is mindig elutasítanak, szóval nem. Hát még most már van fuxosról izéd óra. Most már zaciba megyünk, hallod. Leadod zaciba. Tudod ide, majd én leadom, te foglalkozzál a mikrobival, adjad ide. Ja, meg lehet, hogy még a lőszerbe is tudok neked segíteni, hallod, Robotka? Egy lőszer raktárat találtam, ahol lehet ilyeneket kreálni, csak nem értettem a lényegét. Ugyanis azt sem tudom, hogy mi a fasznak kell egy lőszerhez műanyag. Na, tudod, izét primitív ez a föld levi bolygó, tudod. Ezt meg hozzászoksz. Értem. Sokszor tehát, mi sem értjük, de és a másik meg azt sem tudom, hogy lehet műanyagot szerezni. Mert az ilyen fémekhez értek, nagyon ügyesen bányászok, nagyon ügyesen szoktam fúrni, vágni a köveket. De viszont hát műanyaggal még nem találkoztam. Aha. Figyelj, bemész a be, de amúgy nem tudom, hol lehet, bocsánat. Na, hát igen, mondjuk az a baj, tudod, hát most, na, megmondom neked őszintén, mi vasban utazunk. Tehát hát az, hogy műanyag, jó, hát neki nincs ilyen. Fárba lehet. Gumival tudok szolgálni, persze nem hát olyan gumival. Hát az kellett volna, ja, akkor mi? Hát az rég kellett volna, hallod. Hát, hat pulyával ezelőtt esetleg. Ja, addig a gumi, hé? Da. Nem jó, nem bicheli, akkor esetleg nem lehet műanyagot kreálni? Hát figyelj, hát nem tudom, hát végül is bedaráljuk valahogyan. Hát ja, tényleg a gumi, hallod, lehet az lesz ha, az. De hogy hogy daráljuk be? A hústaráló ezt nem bírja. Hát nem, de ki lehet, ez ilyen jó útvonalon indulnánk el, mert gumink az van, nekünk is sok a raktárba, tudod. Ja. Nem lehet, hogy esetleg valamilyen polimer anyaggal kell vegyíteni. Mi az a polimer, Mori? Ja. Poli egyelő sok. Igen? Sok molekulás anyag. Hát, olyan, mint a szintetikus olaj, vagy például a szintetikusabb. De. Jaj, bocsánat, még lendültem. De hallod, Csai? Figyelj már, most ez azért beszél így ilyeneket, mert lenéz minket szerinted, vagy mit csinálja? Hát lehet, hogy azt hiszi fejlettebb az intelligenciája, de ide jött úgy, hogy nem. Nem. Na figyelj, nem tudom, miről beszélsz, az az igazság, megmondom őszintén, Robotka. Hát arról lenne szó, hogy mondom, polimer anyagokat kell találni, olyanokat, mint esetleg a szintetikus sav, vagy a szintetikus olaj. És ezekkel a vegyületével lehetne esetleg összedarálni, összevegyíteni a gumit, és abból talán műanyag lesz. Hát te figyelj, én használt étolajjal tudok szolgálni. Csak az a baj, ahhoz ki kell köcmerégni. Fú, én tudom, mit beszél amúgy, de figyelj, lefordítom. Az a lényeg, hogy neki olyan cucc kell, amiből, ha összekevered a cuccokat, lesz a műanyag, érted? Hát ez, ja, hogy izét, mixűni akar, mixűni. Ja, botmixer kell neki magyarul, ja. Csak na. Itt megvan a botmixere, csak nem tudja használni, mert nincs hozzá szóla. Hát figyelj Robotka, nem tudom, utána járunk, rajta leszünk a témára, azt, hogyha valami mixért megtudunk, akkor most már van telefonszámod, azt akkor elmondjuk neki. De hát én most nem tudom, hát én nem értek ezekhez, hallod. Rendben van, viszont a fegyverkraftolása az majd feltétlen érdekelni fog. Ja, figyelj Robotka, azt mindenképp ma este ízlét. Ma este nyílbe ütjük, jó? Elküldöm neked az üzenet, mi a fenédre? Tudod, a Vodafone-odra elküldöm az ízlét, a koordinátát, vagy egy üzenetet. A lehet végség kapja. Azt nagyon szépen megköszönnénk. Ja, de megjött már a családi csai. Mert akkor lehet csak visszahívót tudok küldeni. Addig, hogy bemegyünk az acibosz, lészót. Ja, igazad van, hát tele vagyunk fukszal. Leadjuk az órádat. Ja, de mi van? Megvan a Rolex óra most meg már? Vagy milyen órát adsz tele? Na. Hát nem azt mondtál, Bohóc pajtás, hogy 2 órát kaptál, vagy a bajom mondta azt? Jaj, ne hazudgáljál, tudom, ott van nálad. Tényleg mit akarok kérdezni? Drága biodiverzitásúak, az a vasot, az a négykereki csak Romeo. Jó lenne, nem eladó. Nem eladó? Ha figyelj, válasz az össze, mit gondolta? De miről beszélsz te? Hát az az én ladám. Hogy képzeled azt, majd odadom neked a ladámat? Azzal én közlekedek te. Hát de hogy fogom odaadni? Jaj, porré. Nem akartam ingyen, természetesen fizetnénk azért az is. Pontosabban az a majom. Ja, nincs az a pénz. Egy roncs traktorotok? Egy roncs traktor is megteszi. Traktor? Ha dehogy nem, de gyere csak. Na várj, ezt le is zárom addig, nem amit élviszik. Jaj, te. Én eladtam volna,
Gyertek, csak gyertek. Na. Nézd csak, mi ott van? Ez. Itt van. De lehet váltani, vetni, úgyis itt az ideje, arra... Hát nagyobb a traktor, mint a majom. Ez itt sehol se jön ki a matematika. Látni, hát, baj az. Gyerek traktorotok, nincsen? Gyerek traktor? A gyerek van, csak nincsen. Traktor nincs. Nincsen, figyelj. Ezt tudom neked odaadni, ezt ilyen... Hát 4500-ba megszámolom neked. Mit szólsz hozzá, te sem? Lárva van. Megmondom neked, mikrobi, hogy a biodizervizációsos emberkék nem értenek a matekhoz. Látjátok a lájkot, akinek tetszik a műsor, és értek feliratkozni, és szeretnétek látni a folytatást. Figyelj, majom, kell neked egy traktor, majom. Kell. Akkor vedd meg a kincseidért, add neki, oda neked az úriembernek, a vaskanibálnak, és akkor talán neked adja a traktor. Minden remény, ami volt, azt már oda is adtam, belegyújtottam ide a zsebedbe. Hát jó van. Hát te most hallod, Csai, azon gondolkozok, nem elég, hogy szőkenők mennek az úton, hallod, még majmok is fognak. Mi lesz velünk? Csai, hát testvéreim, ha jó recsét kívánok. Hát szoszi veled, te borsodi szökevény, hát mit keresel te itt? Üdvözöllek, kedves biodiverzitású lény. Oxigén, dúzsis a csillagotok által kelted D-vitaminban gazdag, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Artudi tu. A testvéreim, kiegettek a Bertimbű. T-8000-as modell a becsületes nevem. Szeretném bemutatni neked itt a kompániámat. Ő itt Csumpika, a bazári majom. És ez az elvetemült fickó pedig itt az udvari bolond. Amit te már Róbe jó, hanem itt a fehér. Szép jó estét kívánhatok. Azt hittem már Róbe jó. Jaj, szosszító. Zsínóka. Nem tudom. Hol van apád? Apu. Ha? Nem tudom, szerintem megszökött. Hát na vajon miért szökhet itt még apád? Azt mindjárt, mert te miket hazugáltáltad neki? Én nem hazudtam semmit neki. Ki találta az egészet? Egy kérdésem lenne hozzád, kedves ifjú biodiverzitású lényecske. Ki felked itt a gondviselőt? IC? Hát IC, deríts ki. OC, azt meg... Hát azt nem szeretném megmondani. Nem akarok beleszólni itt a gyermek nevelésébe, de ez a gyerek tele van tömve, mint a déli busz. Hát, jó, főzik, Bori. Tisztelte meg, túl szőrös vagy. Nézze, kitevett májbunk, így folytatja. Analizálás, testi analizálás, azt mondja, zsírtartalom több mint 67%. Az izom, Bori! A bicsin az izom! Hát szereti a disznóhúspörkültet, vagy a sütisztó. Az izom! Abba mit gondoltál, majd izé fogja is halátát? Az nálunk csak izé dísznek van, hogy legyen valami zöld, de mindenki az izére teszi az asztal szélire. Adj a big zsírókot, te itt a kocsiban ja, ki szeretnéd deríteni, mi gyere játszani. Minek akarod te, édes agyadat megdenni? Nagyon jó kis szerver a cseten, vagy a leírásban megtalálod a... Ő mondta, hogy mondjam ezt. Discord címet, tudsz csatlakozni a Discordra, és már tudsz is feljönni, és akkor akár ki is deríthetett, hogy mi az IC nevem, vagy ki vagyok. Még a frakcióban is keresünk embereket, hogy gyere nyugodtan. De most akkor mi van az IC? Természetesen vannak követelmények a frakcióban. Azzal a traktorzetor kombány valami. Ezt majd meg tudjuk beszélni. Na, repgyilik az ajtaja, vagy mi van? A centrázár. Kicsi vagy hozzád, nem férsz fel. De idegesítsük már fel. Tényleg be van zárva a teringettét. Te azt hiszik, hogy beszélni konzervdobos se tudjak így itti. Pedig a családja az úrvaló. De Kimori, hát ő a tizé, a barátunk, de mondja már ilyenekét. Ja, hát itt egy, én nem fogom kinyitni egy ember előtt, mert sok a szép tanú, hát én majd ógyak még, na. Mindenki is tudulja még! Kinyitom szívesen. Hát, aki tudod gyitti? Megpróbálom. Így gyertek, akkor ezt a szart. Így van, Imi. A lájking gyárban. Olyasmi nincs, hogy a Terminátornak ne nyílnak ki valami. Hát itt is lyukadnak a gumik helyét. Valami nagy baj van. Ne nézzetek oda! Jaj, de nézzétek! Ki ég a szemetek? Csak te, hogy megfúrjam az üzemanyagtartályt. Hát, aki napszemcsit van. Az olyan, mint a hüggesztő szemüveg. Hát hallott csajét, itt sem találod valami íze, itt való, az utolsó kólámat ittam meg. Én is az előbb, figyelj, tudok adni sékét, ha az valami. Hát valamire jó lesz az is.
Nekem meg el kéne menni lassan Baudba, nekem meg kéne vásárolni. Baud, én hekkorászok vagytok, hé, hát mindjárt hazamegyek. Ja, majd elmegyünk a Burger Shootba, hé, hát, hogy itt van. Ja, attól tudod, mi van? Ez van a Burger Shoot-tól, ez. Na most nézd meg, kijöttem a börtönbe egy év után, az még egy normál fatyarával sem vár engem. Hát tudta a gyász, hogy most fogsz jönni te, hát ki tudta, na, hát ezt is készüljük volna. Ha lehet látogatóba kellett volna jönni testvéreim, hát na. Ott lehet, lehet. Büntetés végrehajtási egységből szabadultál. Hát nem kell reklámozni, hát izét benn volt egy kicsit, mert tudod, hideg volt náluk, aztán bement melegedni, megpihenni. Szanatóriumi ellátásban részletültek, gondolom. Így van, így is mondhatjuk, ja, büntetés végrehajtás. Ha minek nézem, miket robotka, na most őszintén. Ez csak feltételezés volt. Hát a feltételezés, ilyeneket nem megsértődött. Hát nem, nem vagyunk ki olyanok. De aztán figyelj, izét, hallod, robotka? Azt mondd meg nekem, hogyha az a bulle, tudtál-e nekem segíteni? Az attól függ, miben? Hát figyelj, megmondom őszintén most egy kicsit izét. De figyelj, már Robe, jó családi bizegyisz van. Na várj egy kicsit, Csai, mert most még beszélek a robotkával, mitjá. Na jó van, jó van. Na, az a helyzet, hogy van itt egy kis probléma, tudod, vannak itt ilyen szlovákok. Nem tudom, hallottál-e róluk. Szlovákia, szlovák. SK, az a definíció, sosem volt köztársaság, akarom mondani, kicsi köztársaság, a Kárpátoktól délre, fővárosa Bratislava, régiesebb nevén Pozsony, lakossága 5,5 millió fő, szláv eredetű morva népség, tudom kikről van szó, adatbázisom szerint. A te iszodá robotot hallod, hát ennek még nagy használt, hallod te? Hogy a Wikipédiáról gondolkodsz. Hát te figyelj, te hallod a bankba, hallod, te megmondod a izét, csak be kell állod az automata mellé, aztán izét, mindenki pinkódját csak így fejből szornád kifele, nem, robotka? Hát az az igazság, hogy meg tudom mondani, mennyi a fizetésed egy befizetésből, vagy egy szar sárga csekkből. Jaj, te hallod, jó lesz veled résen lenni. Na mindegy, na figyelj, vannak ezek a szlovákok, tudod? Igen. Na most ezek, meg van nekem egy testvérem, aki nem tudom, megszállt a devla, vagy az ördög, vagy a franc tudja, mi történt velem, de mindegy rám hozta a bajt. Azt lehet, hogy egy kis kurulzsással nem foglalkozom. Jaj, jó, na most ezt ne úgy értsed, hát csak megkattant az anya, vagy nem tudom. Ma megint meghűlt a testvérem. Ha meghalt, já jó, mondjuk most derült ki, hogy a Ricardo az én gyerekem, azt lehet, annak nem örült, na mindegy, nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ránk hozta a szlovákokat, meg a bajt együtt, megvért a saját testvérem, hallod, meg akart ölni. Úgyhogy ebben nem tudom, milyen képességeid vannak neked, robotka, erős vagy te vagy? Vagy tudsz valamit csinálni, valami jót? Hát, mit tudom, én meg tudom a segítlukát világítani ezzel az emlellámpával. Hát, te is figyelj. Hát, attól tartok, ez túl kevés lesz. Hát ez kevés, de figyelj, hát hogyha raksz össze ilyen izét, tudod, ilyen csattogó fegyvereket, meg ilyen izékat, érted? Akkor lehet, hogy már ki tudná hozni magadból valamit, nem? Igen, igen, attól tartok, szia, akkor Joby, sokkal ütőképesebb csapat lehetünk. Hát, na ez tetszik, jó van. Na figyelj, majd beszélünk akkor még erről is, jó? Hallod, veled beszélem, kérdete kövér. Jaj, te, a keresztfiamban beszélsz, te bajom, hallod? Hát ott állatok, hát el vagy hízva. Na, mit van az éhízva? Na, állítsál magadon, mert beküldelek az állatkér, most ott maradsz, moré. Ezt a társaságot gyönyűen nézzük. Gyere, csúpika, ne sértegesd azt a szegénycsét, nem túltápláltad. Aj, robotka, na, na. Na, álljunk már meg is, hozzátok a lángvágót. Hozzátok a lángvágót. Hallodnak a mételepet, Ezsvi. Szőlős pofa. Na, mi van? Túl nagy a szőszőlős pofán. Na, várja, jött egy üzenetem, Csai, mindjárt megnézem, mi van. Jó van, jó van. Íh, de cupasz, fúj. Tiszta kaka. Te is nézd oda, fiam. Nem utogassam neked, megkapok a börtönlédhez. Ja, te most jöttél ki, hát hova mennél ma megint? Ennyi elég volt a családból. Ha meg tízszer lehetett oda szappan, nem azt azért gondolkodsz ilyenekkel. Hát az mondjuk lehet. Ha már ennek nem voltak képesek vannak itt küldeni se. Az összes robot panaszkodott, hogy kartul. Anyu, annak a szőlős bácsinak miért áll úgy a lábujja? Mert ő ilyen nagyon menő, hogy tudott. Tényleg, hogy áll a lábujja? Pontosan ezzel mászik a fára, érted?
kapaszkodik a fákon. Mikrobi, ezt vagy tedd helyre, vagy tegyél rá egy láncot, azt úgy vezess, vagy én nem tudom, de valami nem smikkálnál a fejbe. Sajnálom, korai prototípus, még idomítanom kell. Hát azt nagyon látom, hogy korai. Hallod, Csai, egyébként azt mondom azok után, hogy itt a testvérem megkattant. Most már elgondolkozok én is azon, hogy itt beszélek egy robottal, meg egy majomban, hogy lehet én is kezdek megkattanni, vagy mi van velem? Az a baj, hogy én is látom a robotot, meg a majmot. Én beszélek. Ehhetlek, kéne adom a főzéssé? Hát én tudom, Csai, hogy kéne. Hát a főzéssel nem kéne, hát éhes vagyok helyre. Mindjárt megyünk a burgersútba. Ja, utána a karácsonyfás boltba, majd elmondom, hogy miért. Azt hallod, Ardikában? Megint ez milyen autó, amit ide hozta? Ez lopott? Vagy honnan van ez a kocsi, Bori? Nem tudom, de nagyon kigyelmes. Ha vagy ez a te autód itt, Bori? Az ott. Ha, az a Audi, BMW, Volvo, Suzuki valami. Persze, hogy Krisztop autó kopta. Hát azt hittem lova, mindegy, mert egy lopott autó a maszka, azt tegyed le, Bori, hallottad. Hát azt kell, hogy még rákozzad a bajt vele, tudod, a rendőrök megtalálnak. Van itt elég bajhé. Hát van, nem akarok én visszakerülni egy bősítre, hé. Hogy ne aggódjam a... Ja, mert mi ez a szerelés, Bori? Ugye egyébként még be sem mutatkoztunk elnézést, én T8-as modell vagyok. Téged csak úgy ismerlek, mint Vaskanibál. Gondolom van neked valamiféle becsületes neved is. Ja, nem persze. Biztos, hogy becsületes, de van neve. Hát, ne mondjál ilyet, Csai. Ja, meg elnézést, hogy itt be sem mutatkoztam, csak ott le vagyok sokkolódva, itt érted, itt ilyen robot, meg majom, meg minden. Na, hát én vagyok a Romeo. Tudod. Értem, a Romeo, mint Vaskanibál. Romeus Júlia. Gondolom, akkor nem, te vagy a Júlia. Én Rozika vagyok. Ah, de mi a Rozika? A Romeo testvérének az asszonya. Ő a Rozika, itt van egy kis Gidóka, ő a Rozikának a fia. Várj, várj, ti a porcelánban vagytok? Porcelán? Milyen porcelán? Porcelán, Róba és Júlia, porcelán. Jaj, de mi van, kismajom, bekedtek, neved kéne. Az a herrendi te ostoba. Hát nagyon kis ócs is vagy. Most ez mire mondta, hé? Most teket mi bajod van, majom? Mihe? Valaki magyarazza már el, most mi van a porcelánnal? Jaj, ti gaz, mi csinál, jaj, te hallod! Gyere, Gino, akkor üljünk a kocsiba, ennyi volt. Üssétek ma meg azt a majmot, hely! Hát hallod, na, a majom mondja majomnak, hát te hihetetlen. Hát megrottja a gyereket, az a majom, hallod. Te miféle egyed vagy itt, te valami szörös kubakka vagy? Te is ilyen kreált lény vagy? Á, jó van, megyünk, Csai, megyünk. Na, figyelj, robotka, na, megyünk a gyászba, miért, jó? Mit szólsz hozzá, aztán akkor majd, amit beszéltünk, elküldöm neked, jó? Értettem, rendben van, és akkor majd csak bízd rám ezeket a szlovákokat. Na, hát ezt jó hallani, hallod. Főtőtelek, én annyi fegyverrel téged hallod, csak győzzed itt elpufogtatni a szlovákokra, Bore. Értem, nem biztos, hogy fegyver kell, lehet, hogy ellen is fog kelleni. Én sajnos azzal működöm. Semmiféle szerves és fosszilis anyagokkal nem tudok táplálkozni. Hát figyelj, hallod? Megvan, Bore, megvan. Tudod, mit fogunk csinálni? Azt fogjuk csinálni, hogy amiket mi lopunk, izékat, katalizátort, autókat, meg ilyeneket, az akkumulátort megkapod belőle. Na, mit szólsz hozzá? Szuperszorikus, csak még azt sem tudom, mire tudom használni. Hát figyelj, nem, ráülsz egy kicsit úgy, hogy az egyik segged elérje a... Segged féltekéje a pozitívot, a másik féltekéje a negatívot, azt lesz egy kis kisülésed, tudod, a sámlid, vagy kisülés, vagy nem tudom, hogy mondjam. Értem. Hát ez is egy opció, meglátjuk. Hogy átkal beledjed magad, és tölthetővé a talaksimban fogsz működni. Értem. Na. Na, jó van, robotka, figyelj, megyünk, akkor izét, megvan a telefonszámom, akkor majd beszélünk, jó? Rendben van. Jó okay. Van. Na, akkor távesz, baktáló. A jó Isten áldjon meg téged. Addig is üdvözöllek benneteket, biodiverzitású lények, oxigén és a csillagotok által kedvelt D-vitaminban gazdag jó napot kívántam. Á, jó van, de csak Romeónak hívjál nyugodtad. Értettem, Romeo. Na, szószi veled. Szervusztok. Támadtuk te is bírat. Viszlát. Gyere, bohoc, utánunk, kövess minket. Hát gyertek, elmegyünk kajálni. Jó van akkor. Az a baj, fiam. Kedves sógor, hogy a burgersút még zárva van. Menjél tovább! Zárva volt? Nem nyitott ki, ahogy láttam itt a telefonomon a Twitter. Kelesztapu. Mesélek valamit, jó? Á, jó volt, jó volt. Mit kezdődött ez az egész, mondjad? A burgerszatos néni most már a kalácsonyfaboltba dolgozik.
És most ott van, és ki szeretném kérni. Jaj, hát nagyon lökted de ki a sódert. Jaj, nézd, én valami szlovák írás volt a tweetin. Hát nem tudom, nem nézte. Várja, Csajé, mert valami baj van vele, valami nem tudok vezetni. Jaj, jövök. Hát te ne vezess, akinek jó a sze... Na várj, most jól, nem jó. Hát ezt nem értem. Na mi a baj, Bori? Vezetik csak lassan, jó? Tedd sebességbe. Az egyik automata váltós. Automata. Hát, vagy nem autó, vagy bata, vagy érted, de az biztos. Nem azzal van a baj, Bori, hanem ahogy kormányzok, érted? Hát hogy mondjam neked, tudod így... Odarész, hogy tudom mozgatni a kormányt? Azt nézd meg, Bori. Hát a kormány műnek mennyi a baj műnek. Látod, ez a baj, ez a baj. Ez egy seki, biztos nevezessék. Hát egy gyilvonat megé, Ha figyelj, ha egyenesen izi, egyenes úton bár a kanyarodsz, hamarabb látod a dokinőt. Aj, nagyon vicces vagy, Csanyi, nagyon vicces vagy. Ó, na most jó, na most jó, na most jó. Jó van, na. Azt a Zetó csak itt lesz hagyva. Hát nem törik fél, le van zárva. Jó van. Most akkor, jaj, eddig hét egy motor. Hát na, most akkor morgás utazunk, vagy megyünk a Bönibe, vagy a... Karácsonyfához, vagy mit csinálunk? Hát miért karácsony? Ja, karácsonyfa, már tudom, mire beszélsz. Ki szeretném kérni a nénit? Hát figyelj, figyelj, Gino-ka, mindenképp megszerezzük neked azt a csajt, halljak meg, ha nem. Az biztos így nagyon lesz. Nagyon lökte neki a sódert, bár jó utoljára, gyerek. Na, hát azért mondom, megszerezzük, megszerezzük. Ha volt idő tanulni a hely. Csak az a baj. Csak most a karácsonyfa boltba kezdett dolgozni. Ja, hát meg tudod dolgozni. Igen. Amúgy csak én annyit tettem mondani, hogy kérdek lesen éhes, meg szomjas lenni, valami bautot. Hát figyelj, adok neki egy izé szendvicset, jó? Rántott húsos. Ha rántosom én azt, mi van benne? Lóhús? A sündisztaj te, milyen lóhús? Nem a börtönbe vagy. Jó, hát onnan szoktam már börtön koszhoz. Mondja inkább nekem egy sorszámot, jó? Ha elmegyünk a Benizbe, mit szóltok hozzá? Jó. Hát börtönben a 15-ös volt a sorszámom. Na jó, akkor reméljük meghagytad ezt a szép szokásodat. De azt hallod, Gino-ka, mesélj már nekem valamit. Apád hú van? Hun atyázba van? Azt mondd meg. Apa azt mondta, lehet elmenekül, és írt egy levelet. Azt hall az a levél. Írt egy levelet. Minek írt levelet az apád? Hogy... Azt olvastam benne. Kedves Rozália. És oda tettem, amikor megkezdtem a levelet, oda tettem a lakókocsi elé, anyu. Ott van a lakókocsiba? Igen. Ha jókor mondod, hogy már amikor most jöttünk el onnan. Azt nem emlékszél rá, hogy mi volt benne? Vagy nem, vagy mit mondtál, nem láttad? Te kedves Rozália. Azt hiszem eljött az idő, hogy elmenekülnek lehet a városból. Mert nagyon rám szálltak az emberek. Ja. Oj, még rászálltak. Üdvözlettel. Olá, Kőzsi. Azt még rászálltak. Miért szálltak erre? Hát akkor mi a gyászkarikát mondjak? Hát mondom, bolond az apád, már ne haragudj Csidóka. Azt hallod, tudod, hogy tette ki a puját, Moré? A Benisz mellett egy sátorba, ott hagyta két napra. Jaj, hát igen, akartam itt mondani, hogy ne figyeltél a fiatra, hogy így császkál a városba, gyerünk. Tessék, nem hallottam. Oda figyeltél a fiatra, hogy császkál egyedül a városba. Ja, hogy oda figyelhettél, ja. Kiszakadt a papucs a tápam alól. Hát, hogy tudtad, hogy mi történt velük, hallod? Hát a saját testvérem leütött minket, hallod? Jaj, Bore, álljál meg. Jaj, ma megint megbolondult utazani. Ki jutott le a keresztapu? Hát ki? Az apád. Gino-ka. Az apád, az volt. Tudja meg a gyerek is, milyen az apja. Ja. Jó van. Esélyesé, Bore, mert mindjárt kiugrik a szemem annyira. Nekem is. Nekem is kiugrik. Nem szoktam hozzá el a gyorsulással, mert rosszul leszek. Hát mi van veletek? Szédültök már az aszfalton, mi? Ajaj. Az a bajotok. Jaj. Az meg ide szarik, hallod, nem hiszem én. Kocsi? Ezért a kocsi érdemdal, ez csak easy experience, tudod, dobja az ára. Ja, igen, azt mondod, mit csinálj?
Ezért Ipkar. PC garázsban tartok. Ó, a Mercit, de sajnálom, jó, Boré. Hát, majd lesz olyanom, de kérdem, amért így beszélsz. De majd én veszek magamnak egyet. Hát, hogy megállt ide az órás fuxodat, azt meg rádom, bár én, amit a bönében vagy. Odattam, de rafinálkodja, de rafinálkodja, mert megkaptad. Hey. Nem kaptam még. Anyu. Igen, fiam. Nem is mondasz semmit. Mire? Jó, ma van ezek a születésnapom. De ahogy ma van, hely emlékeznék rá. Nem ma van, de hazudja. Mit nem? Jó van. Akkor nincs ma. Akkor nem kell meginnepelni. Jövő héten. Nem kell meginnepelni. Jövő héten lesz, Moré! Jaj, tényleg, kiszállok, melyek elszívok egy cigit, mert ez olyan, mint az apja. Na, jó van, kibaj főzed. Na, szosztál villamos szék, drága testvérem. Figyelj csak, áttizdít nekem ezt a izét, ezt az autót, hogy mit terjed be van-e vele, légy szíves. De elnézhetősen, uram. Ja, mindjárt jövök, telefonálok egyet addig. Rendben. Én is elmegyek telefonálok. Na, felhívjuk itt a Mr. Vizzinit. Felnyitom a motorháztetőt, megnézem az olajszintet. Halóka? Nekem. Halottsai, gyere. Ja, szosztár villamos szék, Mr. Vizzini. Szervusz testvérem, na mi a helyzet? Hát figyelj csak, tesám, bejöttem ide szereltett ide, nem tudom, készen leszünk, tudnák valahol találkozni, Boré, valami nyugodt helyen vagy, nem igen, tudom. Igen, reptér nagy hangár, jó tesám? Ó, Boré, reptér, jó vad. Jó igen, vad. Itt lent a városi reptér nagy hangár. Jó okay. Vad. Jó, rögtön, ahogy bevegyük balra, ugye? Azt mondod. Aha, fő. Na. A fő. Na okay. Jó, van. Megcsinálják okay. Az autót, azt megyünk is oda egybe, jó? Oké, megyünk mi is. Na, jó van, okay, na. Megyünk, jó van, oké. Okay. Na, szoszi testvérem, csau. Na. Köszi, Roki bácsi. És hogy vagy? Jó. Jól, na az a lényeg. Na, de lopkodjál semmit csídóka, viselkedjél nekem itt az urakkal. Nem lopkodik, hogy átadjál. Jó, akkor visszateszem a feszítővasot ide. Na, hát erről beszélek. Látod, csídóka, nem szabad, itt tisztességes emberek dolgoznak, te meg elveszed a szélszámokat, azt nem lesz mivel dolgozniuk. Nem tudunk melózni. Elnézést, uraim, itt tényleg. Semmi baj, kész vagyunk, uraim. Na, mennyit vegyi, mivel tartozom? Hát tudom, nagyon olcsó, $200. Meg is takarítottam. Ó, nagyon szépen köszönjük. Valami rozsdabarója nincsen rá egyébként? Nem most, majd legközelebb. Majd legközelebb átvessük magának. Ja, jó van. Na, hova adhatom a pénzt? Ide magának? Oda a kollégának adja, már legyen szíved. Rendben van. Jó, tessék, $200 parancsol jött. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Na, minden jót az uraknak. Tovább köszönjük mi is. Köszönjük szépen, viszlát. Viszlát. Ciao panda, szia. Másik óra, gyerek. Jaj, csídóka, meg vagy? Ne haragudja. Meg. Hallod? Jaj, csídó van, nem tettem volna. Hallod, ezt kint is hagyhattad volna egyébként, megmondom neked őszintén. Mi a szájfény? Hagyjad ma, hé! Mi az, tényleg? Állítsál magadon, mert esküszöm, hogy kimegyünk ebből a pákolóból, azt én a baseball ütőt feldugom a valagadba. Da. Hallod, Ardika, vagy itt mondjál nekem már, légy szíves, a győzőt te mikor láttad utoljára? Én a győzőt? Hát én már nagyon régen láttam a győzőt, de hagyd ne mondjam, hogy itt a kicsfia miket mondott. De ma hát én nekem már, hogy én nem vagyok jó anya, meg biztos eladtam a maradékot pulyámat. Hát én is adtad. Hát ez ki mondta neked? De hogy nincs itt csak a kicsi Gino's, hiába mondom anyukátoknál van borsodba, he? Gino-ka, ne tekeregjél, gyere már ide, mit varjálsz ott hátul? Nézd oda ezt a kisgyereket. Hát csak hallod? Csak BMW-ről akartam kiszenni a kifogólencset. Hogy mit akartál? Te figyelj már Gino-ka, te most akkor kinek hazudgálsz össze-vissza most? Nekem hazudgálsz, vagy ennek a gorilladok itt szembe? De. Én nem hazudok senkinek. Akkor miket mondták Gorilla bácsinak?
Jó, teszed, hogy bár ezt nem bírom. Hát ennek az izének a drészszarvas testű, garilla fejes, hajpántos, adidasos cipős embernek. Hát ez hogy nézel ki, hallod? Hát szebbi személy kitagadlak a családból, borját. Hogy nézel ki? Ebben a magadra? Ez vagyok, Hagyd meg, mondjam már meg, hogy én hogy nézek ki, mikor ti ketted a győződ hátba szúrjátok. Na azt amúgy még nem mondtam, ja, hogy nem tudod, hogy mi voltak már. Jaj, hogy a győződ hátba szúrjuk. Jaj, majd mindjárt téged szúrlak hátba itt téged. Anya, képzeld, azt mondta ez a drénszarvas bácsi, hát, hogy téged is el fog várni, meg ne, téged is kell ezt tapol. Ide figyelj már, csoki gyerek, nagyon gyorsan fussál egy kicsit, addig se beszélsz. Ami az, hogy csoki gyerek, hé? Addig se beszélsz. Te hát hallod, hogy beszél már ez a gyerek, te? Hát ezt mondom, hogy itt állt, izé. Ó, Csáról, az egy ország virág hogy előtt a pákolóban. Hát mikor között volt hozzá, amikor a győző börtönben volt, hogy én mikor mentem át, egyedül hagyott, bájba hagyott, és akkor a Rómeó segített. Na. Az engem nem érdekel. Akkor meg miközött van a hármon kettők dolgához. Megbere mondani, hogy győző a börtönből is tudta irányítani az életedet. Jaj, mit hogyha... tudott azt csinálni? Mit tudott? Tudod mit csinálni? Lehajolt a szappané. Itt a tanulja rá, a testvére együtt ültek, te is tudod. Csinált ment a győző? Sírt? Mit csinált volna? Sírt. Azt, amit győző átment most, hogy neki börtönbe kellett lenni, aztán kijön. Kim van, már nem tudom mióta. Azt itt meg hátba szúrjátok, te megcsalod, te meg a legjobb. Hát nem is értem. Na, mit te értesz? Mit te értesz? Hogyan? Mit te értesz? Szégyen. Az a baj. Hogy maszk van rajtam, úgyhogy nem köpök egyet ide a földre, nem köpök ha, egyet ide a földre. Az a szerencsét, az a szerencsét. Nagy állos lenne a maszk, amit győzővel csináltatok. Meg is érdemeltétek, amit ő tett veletek. Még? Na, akkor most mondom neked, hogy pusztuljál el ide. Menjél, takarodjál ide, még a közelébe se gyere a családon. Tényítél, amit csináltok. Remélem, hogy hamar kórházba kerülsz, Bori. Látszik is, hogy nem ide való. Na, gyere, menjünk, Csai. Gyere, Csirok, üljél boszt, majd elbeszélgetünk még veled. Állj, olé, csoki gyerek. De bosszálják ki, bosszálják ki. Hát hallod, tiszta szégyed. Ha ki ez az egy ember, Bori? Milyen emberekkel barátkozik ez az ember? Na, itt tart a családunk, tessék. Na, majd győző, kerüljön elő, hely, több ujjája, nem lesz három pontoskodok. Jó Istenet! A börtönben még nem ilyen volt. Na mindegy, elmegyünk, azt most találkozunk azzal a izéval, azzal a kis barátommal, aztán hát csak segít nekünk. Egészségedre, bájban, fiam! Nem, csak meg vagyok fázva. Az mi volt? Hapci böfing? Vagy mi volt ez? Igen, hapcis böfing. Hát erre a gyerekre nem kéne adni valami kabátot, hát nem így jön be itt a napja hangra. Most látom először. Azt se tudtam én, hol vagyok, nem hogy a puja. Azt hallod, Gino-ka ettél ma valamit? Kérdeztem. Találtam ilyen nyelzpatkányt iszom. Na, várjál. Én ezt a győzőt megint börtönben rakatom, te. Hát, tudok én jobb helyet neki, Majd mindjárt... A börtönnél jobb. Majd mindjárt itt beszélgetünk a testvéreimmel, aztán majd lesz neki jó helye, ne aggódj. Ott én ezt a részszarvas puját én meg fogom verni, lássam még. Kell egy baseball ütőhe. Még hogy számon kér, aztán se tudja, én mi mentem át. Mert győzőnek de jó volt, melegen volt. Télen, melegen volt, kapott enni, inni. Én meg izésztem, vigyek hátuljába. Azt nagyon megtolták, bazdmeg, mint a furikot. Na most hol vannak ezek szerinted? Nem tudom, de visszhang van. Na várja, ki ilyen bálok akkor. Ha híjat félhé, minek ki a bász? Küldj egy visszahívót. Na. Te is, Gino-ka, miként mondasz másnak, hé? Jaj... Nyomjátok meg a lájkot, srácok, akinek tetszik a műsor. A család szennyesét senkinek. Romeo? Na, szoszi van testvérem, de itt vagyunk a nagy hangárba, Bore. Megyünk, indulunk, jó? Ja jó, itt kivárunk, Bore, mert úgy visszhangzik ez a terep, hogy jaj, baj, meg őrülök. Jó, oké, és megyünk. Na, itt leszünk, jó van, na. Várlak, testvérem. Oké, és ciao. Ciao, tesóm. Na jó, vagy gyertek, szálljatok ki, mindjárt jön, azt mondta. Ideg babáztok, hé.
De miért nem kint fingod el magad? Miért itt a kocsiba kell? Mondd meg! Nyugalom! Feszültek vagyunk, fiam! Nem a te hibád! Most a kigyőtt, kigyőtt! Na, az milyen volt az utat hazafele? Mondjad már, he! Nekem? Ha! Tetegős! Hát, rozoga volt a busz! Figyelj, ha a mámmal jöttél, akkor azt elhiszem! Hát eléggé tetegős volt az út, kiraktak engem valahol ott a város közepén. Az volt a szerencsé, hogy arra járt valaki, az hozta a gyerekedet. Anyu. Magyar fiam. Mondja egy cigarettát felhúztam. Na most befejeztél már. Mit? Cigaretta neked, adok neked mindjárt olyan cigarettát. Cigirágó, tessétlek, amiben porcukor van, az füstöl. Az való neked. Hát. Szia papi, amúgy ja, elég fehér. Mit keresel, te itt dolgozzál? Mindjárt én vonulok be a sárga házba, hé. Már remegik az idegtű miattatok. Most ezt is apát tette, fogadjuk veled, adott neked cigarettát, mi? Adott egy dobozzal napot. De jó vagy győző, gyere elő, morehe. És azt mondta, hogy nem szó, mert nagy baj lesz. Hát, de most nézd meg, hallod, nézd meg. Veszélyezteti a puját. Ki kell egy cigi? A pangok. Figyelj, adok neked egy ropit, azt szomokassad, jó? Veszélyezteti. Azt, mintha cigi lenne. Jaj, most úgy csináltok, mintha ti egy idősen nem szimtáltak volna. Na hát azt az a gyerek, ha én nem basztam, ő nem bassza már, ne? Jó van. Van még egy asszem. Hát akkor gyújtsál rá, mit mondjak neked, Bore? Majd én majd jön mindjárt az izi a nyám, hogy ott befarolnak. Az utolsó cigarettám. Az én is ezt mondom már 3 éve. Na, szépen vagyunk, hallod. Szép család, szép a család. Hát gyújtsa már rá, kérsz egy szállat, hé. Kérek, nem kell. Attól ugyanúgy idegbe leszek. Nem kell cigaretta. Nekem kell valami, hogy legyugodjak. Hát, nem hiszem. Na. Hát azt aztán veletek jelzik. Hát 3 éve, vagy 4 éve már nem láttuk egymást. Na hát. Látod, ez van velünk, amit az elmúlt fél órában hallottál. Ez van velünk, minden nap. Hát látod, csak a szokásos. Semmi nem változik, Bore, semmi nem változik. Látod, megjössz, az mi történik, az történik, hogy a testvére nagyon vér. Meg akar ölni. Mi van? Mi? Tudod, mit kaptam a karácsonyfás nénit? Mit kaptál a karácsonyfás nénitű? Na, mit mutat? Nézd meg, ezt kaptam, nem tudom, hogy azt mondta, hogy színjogasztam. Jó, hely, hát én azt a nőt, ezt megverem, Bore. Na, de most... Ott van az ajándékod a kesztyűtartóba. De most ezt se értem, hogy költözött, vagy hogy bent oda az a csaj? Ezt nem értem. Hát én se értem amúgy, ezt majd ki kell deríteni, lehet valami... Na, izé, apekos vagy, hogy hívják az étel rezidenciát? Ott van a kesztyűtartóban, a kocsiban, a ladában. Nézd meg, automatice gyújtom a cikit. Sok lesz, Csai, sok lesz, hidd el, sok lesz. Ha ma muszáj voltam, egészségedre, fiam. Gyertek, hogyha a szerveren szeretnétek játszani a chaten és a leírásban megtaláljátok a Discord linket. Illetve tudtok csatlakozni az én Discordomhoz, és egy nagyon jó kis játékos közösség van, és további extra tartalmak elérhetőek, gyertek. Az ideg bajok kívül, én valami meg a lájkot, hogyha tetszik a műsor. És ott kertek szobjas. Gyertek, iratkozzatok fel, ha szeretnétek látni még ehhez hasonlót. Csak kirésztapádnak, ne bánt oda, mert nem adja vissza. Az biztos. Mi az mi? Az óra, fogadjuk, azt vetted ki, mi? De az óra, milyen óra? Majdnem ott nálad van. Tudom, hogy nálad van, tudom, hogy nálad van. Én a játékfigurát kaptam még. Köszönöm. Az igazán jó most. Egészségedre, Bore. Na. Mennyi jó sok cuccunk van. Tegnap képzeld el, ezt a patkánt, jaj, olyanokat kukizok. Hát, ezt nem mondd el senkinek, hogy azt... Hát, azt érzem is, hallod. Ilyen gazdagság van nálad a patkányt, ezt... Gazdagság téma, mindjárt izé, boldog cigire nyújtok rá. Garázsnál találtam. Garázsnál találtam. Jó. Hú, zsidóka hallott, Bore. Jaj, van, Bore, Bore, nagyon kegakina. Hát hallod, megyél, azaz, megyél, hát egy dekula azzal a gyerek. Hát itt megpusztulunk a bűzbe.
Ja, te nagyon pacekosan érzem, peszkesen érzem magam. Hát azt látom, kivágtad magad itt a mai napra, hallod. Ja, azt... te elszívtam egy boldog cigarettát, aztán egy hirtelen erősebbnek érzem magam. Hát a nézd csak oda, megijött a izé. De figyelj, hallod, hogy a gyerek mi? Előtt nem mondjam, kéne mi? Beszél. A gyerek előtt majd nem kéne beszélünk arról, amit akarunk, nem? Persze, hogy nem, hát neki, de nem kell tudni. Amúgy is csalafint a pulyat elszabogál. Hello, és szerintem szia, tesikém. Ciao, tesikém. Hogy vagy, tesikém? Hát az izé, a sarkon van egy bácsi, azt annyi. De gyere, nézzük csak meg a repülőket ott elől. Á, várjál, Csai! Még nem. Ajaj, mi történt? Na? Á, jöttek itt még, csak... Ja, nem, ne haragudj is sem, csak itt rám jött egy rossz... Jaj, de tikkasz! Azt a milyen gypsy hit dobore, azt figyeld! Jaj, de szép illamarga! Na, ha mi van, he? Szép napot! Na, az igen, tudsz élni, testvérem! Ja, Suzi, nem tudom, a géppel van a baj, valami a játékban nagyon beakadt itt a Five-en-be. Lement két FPS-re, nem tudom, mi volt ez. Sziasztok, sziasztok! Hát akkor ne rántál csak, akkor te gyerek majd 180 fokos fordulatot, hát a gyerek szívbájt kap mindjárt. Ha majd én is, hajjáj, bore! Csak nem kaptak egy szívrólat, mert akkor még a mentőt is ide kell hívni. Hallott? Ha mi van aranyhaj, akkor jó van. Hallott, testvérem? Hát azt kell, hogy mondjam, figyelj te sem, de hát te nagyon, itt eléggé főfutott itt az életed, úgy látom, bore. Hát figyelj, tevékenykedem. Azt mit csinálsz? Biztos nem sepregetsz? De, szoktam sepregetni. Ajaj! Vagy a viharban, amikor lepereg az asztalról a kokain, akkor össze kell seperni, nem? Azért ilyen szép tiszta a város. Persze. De mi a probléma? Hát figyelj, testvérem, először is elmondok neked egy-két dolgot, aztán amit így megosztok veled, de szeretnék veled valamit négy szem közt megbeszélni, jó? Hát sétálhatunk egyet egyébként. Hát mindjárt elmondom csak azért most a lényeget, az, hogy figyelj, vannak itt a városban olyanok, hogy szlovákok. Hallottál te róluk, Bore? Még nem. Megmondom neked őszintén, a Csai, jól emlékszem, ilyen szürke BMW-vel, talán X6-os. Azok, vagy Hawaii kék, már nem emlékszem. Ja, valami ilyen szürkés autóval és ilyen szürke öltönybe járnak. Olyan kalambó kabát volt valamelyik. Ja, ilyen kalap. Na, most tízét nem akarom majd, vigyelj, én mondom neked így szépen, nem akarok a gyerek előtt mindent beszélni, tudod? Ja, csak kiskorú. Kicsit, vagy... Ne, megyünk, sétálunk egyet. Ne, megyünk, sétálunk itt egyet. A... Jó van. Jó. Erre megyünk, testvérem. Gyere. Zsolti, négy szem közt beszélünk. Ne haragudj. Na, figyelj, testvére, az a baj, mert kínos a helyzet, tudod? Az a baj, hogy itt van a gyerek. Tehát az apjával van a legnagyobb problémám, a testvérem persze. Hoppá, a győzővel? A győzővel, Bore, a győzővel. Na, mi a baj a győzővel? Na, várj, gyere, megállunk itt, aztán akkor mondom. Na, hát képzeld el, testvérem, elhívott minket piknikezni a győző. Azt olyat piknikeztük, Bore, hogy az lett a vége az egésznek, hogy leütött minket, vagyis hát nem leütött, szerintem meg akart minket ölni. Csak nem számolt azzal, hogy nem számolt azzal, hogy magunkhoz térünk, engem meg a rozinjényét. Jó, persze, bevallom neked őszintén, testvérem, na, volt, lehet egy kis alapja neki, mert hát most derült ki, hogy a Ricardo az én gyerekem vesz, nem az övé, tudod. Nem ezt kerültél. Hát jó van, Bore, de hát akkor is most a saját testvéredet megöldéd ezért, hát most mondd meg nekem, Bore. Jó, én értem, testvérem, hogy a Rozi most így családban marad, érted, hogy na. Hát akkor is. Testvérek vagytok, azt megmerted ezt csinálni? Hát te, Bore. Hát Bore, hát tá, most figyelj, bevitték, bevarták, tudod. Azt ott volt a izé, ott volt egyedül a Rozika, meg mit tudom én, hát most tá, hát most vigasztaltam, persze, vigasztaltam. Gondolom, hogy megvigasztaltad, látszik is. Hát, na Bore, hát most meg, hát de figyelj, most azért mégiscsak jobb, mint hogyha mondjuk a izét egy vadidegen tőlem a családba történt volna meg, nem? De. Hát mondjuk ez jogos. De akkor is azért... Így van, beértünk, megoldottuk, köszi. Nem gondolod? Hogy mondod, testvérem, hát ez elég durva bűn. Hát durva bűn, Bore. Durva, de hát akkor sem így kell megoldani, de nem csak ebből pattant ki a baj, az a baj, ő meg másokat csinál, tudod.
és mindig folyamatosan sötét üzletei vannak. Képzeld el, testvére, volt olyan, hogy hozott nekem egyszer 50 milliót, hozott egyszer egy nyakláncot. Azt utána meg megjelentek a szlovákok, tudod, ez mindig bálhé lett a vége. De kik ezek a szlovákok? Hogy mit lehet róluk tudni? Most oké, BMW-vel járunk, de ezek ilyen kemény legény gyerekek vagy? Hát figyelj, Bore, mondom őszintén, nem tudok róluk nagyon sokat. Azt tudom, hogy ha pénzt kell nekik, akkor jobb, ha megadjuk, ha valami balhé van, akkor eddig elérték a céljukat, csak most már kezdem nagyon unni ezeket a szlovákokat, meg azt is, hogy a győző idehozza. Úgyhogy Bore, azért itt valamit közbe kéne lépni, tudod. És ebbe kellene a te segítséget, hogyha tudnál nekem ebbe segíteni. Csak megmondom neked őszintén, azok után, hogy a testvérem engem meg akart ölni, hát nem tudom, most már úgy vagyok vele én is, hogy hát na, azért itt már valami drasztikusat kell lépni, tudod. Hát nem kicsit oda kéne nekik sanyargatni. Hát te, Bore, nem is az, hogy oda sanyargatni, de nem tudom. Hát hogyha úgy lesz, én most már lehet én is úgy kopán vágom, tudod, hogy ne csak agyrázkódása legyen neki, na. Egyértelműen valamit tudunk tenni. Ja, úgyhogy... nem kérek. De rengeteg. Tekintelek régóta. Hallod, Bore? Hallasz, Bori? Most hallok, az előbb egy kicsit úgy. Ja, volt egy kis bajom, de mindegy, szóval teljes ideg állapotban vagyok, Bori. Ne csodálkozz, hogy a hangom is elmegy. Elhiszem. Győző, merre található meg? Szlovákok is. Na ez a két legnagyobb kérdés, Bori, mert most beszéltem egy-két izéval, családdal, családtaggal, tudod, azt az egyikkel nagyon összevesztem, azt el is zavartuk, de mondjuk nem is kellett nagyon bevetni is magától. De nem tudjuk. Egyszerűen nem tudjuk, hol a győző, nem tudjuk, hol vannak a szlovákok. Egyszerűen csak azt csináljuk, hogy megyünk, aztán várjuk, hogy esetleg előkerül, vagy jelentkezik, de nem tudunk róla semmit. Kéne nekik felállítani egy kis csalit, nem gondolod? Hát gondoltam rá, Bora. Megmondom őszintén, figyelj, hát most kehetünk fel egyébként, még kórházba is be akarok menni, de azon vagyok, hogy valamit összeállítok, aztán itt a napokban remélem ráharap a csalira. Hát tudod, mozog az úszó, arra pahal. Hát, ja, persze. Valamit kitervelünk rá. Én is most összeszedem akkor így kicsit a srácokat, hogyha tényleg már itt vannak. Nem hallottam még ezekről, hogy szlovákok. Hát, Bore... Davaj, vagy mi? Hát, az még kellett ilyenbek, az a davaj, azt hiszem, nem tudom, de mindegy, figyelj. Azt tudom neked mondani, hogy a győzőt úgy elő tudom csalogatni, mert általában, hogyha azt mondom neki, hogy nagyon sok pénz, vagy nagyon sok arany, de arra ugrik. Kéne neki egy csalit, kéne szedni egy kis aranyat akkor. Persze. Hát van is most egy elég szép mennyiségű, itt van nálam, nem régi zétam, dzsiváztam őket, meg kaptam itt egy jó barátomtól pénzek, drága kövek, meg mindenféle dolog. Úgyhogy valószínű most ezt, hát persze, hogy nem fogom neki odaadni, de majd ezt elhintem neki, tudod, azt erre ráugrik ő általában. Aha, az jobb valahol. Tehát ha meg körbeugorjuk őket, csak az lenne a lényeg, hogy ott legyenek a szlovák is. Hát ja. Ja, úgyhogy, hát figyelj testvérem, ezt megmondom őszintén, gyanítom, hogy lehet, hogy csak hétfőre fogjuk tudni, tudod? Az nem gond, nekem is itt még a többieket össze kell rántani, most csak tudod, így pára jövünk, megyünk, szesszük a kis dolgunkat, amíg nincs rájuk szükség, addig mi is így vagyunk, de hogyha valami van, szóljál, összehúzzuk a csapatot, jönnek. Aha, jó van, ja, és a másik az, hogy gyanakszom arra, hogy ő is készül valamire, tudod, tehát nagyon, nagyon résen kell lenni, mert nem tudom, mi járhat a fejében, nem tudom, hogy most a szlovákokat küldi, vagy a családot fordítja ellenem, nem tudom, mert most is ez az egyik családtagunk, hát kiborultam teljesen rajta, te. Hát tudod, amikor hátba szúr a családot, Bore, hát tudod, miért az? Hát, te is azt csináltad valamilyen szinten. Hát te, Bore! Na, ezt hát most... Nem, igazából bocsánat, ne harulj, te nem át, hanem meg. Hát te, Bore, hát figyelj, Bore, hát ezt még lehetett volna beszélni, érted? Normális ember módjára, na. De hogy lehetett volna? Azért emlékezz vissza, amikor ott a szerelőtelepen balhéztatok. Egyből előkapta a baseball ütőt, agyonvert majdnem mindenki. Hát te ezt mondom, hát nem normális az ember egyébként. Hát ez pont veszélyt jelent rám, hát. Meg nem csak rám, hát a gyerekre is, meg mindenkire. Szóval azért mondom, én erősen gondolkozok már azon, hogy lehet, hogy most egy kicsit
tovább fog szaladni ez a kés, érted? Hogy már kicsit leültetnénk, tudod, az a hidegre. Hát az nem jó bori. Dehogy nem, hát bent is vannak barátok. Aztán tudod, bevonulsz, van kaja, pia, úriember, vagy nyitják, zárják a cellát, aztán tudjuk intézni, hogy szex is legyen. Hát egy a baj, Bore, tudod mi a baj? Az, hogy oda kiszabadul, az az nem jó. Megmondom neked őszintén. De hát félek, na, megmondom, félek őszintén, megmondom. Saját testvérettel. Hát hallod, hát figyelj, a saját feleségét, Bore, a saját feleségét akarta megölni. Nem érted? Hát most milyen ember? Nincs oda. Hát Bore, mondom, hogy megcsapott minket, odahozta a dénes tesztet, megmutatta nekünk, az fogta Bore. A csajé mondta, engem elkezdett, leütött, azt utána meg szerintem őt is, mert hát együtt keltünk fel, az ott hagyott minket. Szerintem azt hitte meghaltunk. Lehet, ezt lehet így is kéne tartani egy kicsit, hogy ebbe a hitbe legyen. Na figyelj! De hát nem jó, Bore, nem jó. De hogy nem készültem egy kis ajándékkal neked. Na, mit hoztál, Bore? Hát még nem hoztam, de mindenképpen nem sokára eljuttatom hozzád. Hogy elviszem neked ezután. Az jó is lesz egyébként ezért, hogy egy kicsit álcázzátok magatok. Ó, Suzy. Azt lehet, hogy most nem fogom tudni megoldani, de akkor azt ne hozd meg, létsz, a leírásba elvileg benne van. Hát akkor azt fogják használni. Mossuk a füled? Hát Bore, figyelj! Nem tudom. Lehet el kéne ma benne mit izéli fürödni, de mindegy, hozod az ajcsit, azt mondtad? Aha, nem sokára intézem. Na hát jó, van, attad a körülök mindig, de hát attól függ, milyen ajcsit hozol, Bore, remélem megbízhatok benne testvérem. Úgy gondolod, hogy nem? Hát figyelj, azok után, na most őszintén, Bore, azok után, hogy a saját testvérem meg akar ölni, szerinted mennyire van bizodalmam az emberekbe? Na de várjál. Mert az olyan testvéred, aki családod, azt nem válogathatod meg, de a barát testvéreidet megválogathatod. Hát, mondjuk ebbe igazad van, Bore, ebbe igazad van. Ebbe teljesen igazad van. Egy kicsit így, mintha eltüntetek volna itt a Rozikával meg a gyerekkel. A gyereket is le kéne helyezni egy biztonságos helyre. Hát ja, csak egyetlen egy baj van az egészen, Bore, az, hogy az Ardika, tudod? Aki most kiderült, hogy nagyon a győzőt pártolja, őtőle most úgymond váltunk el, tehát ő tudja jó, hogy itt mi meg vagyunk, túléltük. Hát őt el kéne akkor kapni hozzá számot. Ardikának? Szerintem nincs meg, de egy kék X6-ossal mászkál is ilyen majom izéba van. Mi a fenébe? Valahogy kerítsd elő, aztán azt mi intézzük. Akár úgy, hogy te is ott vagy, de a gyerek semmiféleképp, meg szerintem Rozi se. Nem biztos, hogy Roziba is megbízhatsz. Hát megbízok éppen, de megbízok, hát mégiscsak van egy közös gyerekünk, hallod. Ő még nem vágott át. Nem tudom, te sáv. Megpróbáljuk meg ma kézre keríteni ezt a... Ki, Arnold? Hát ja, Ardika. Milyen ruhában jár? Hát figyelj, Bore, hallod, ma találkoztam egy csimpánzzal kajakra, Bore. Na most ez nem tudom, hogy hozzá akart hasonlítani, vagy nem, mert ő is ilyen csimpánz ruhában van, csak, hogy mondjam neked, ilyen világosabb. Ja, meg egy kék színű X5-ös vagy X6-os terepjáró, nem tudom melyik, valami ilyesmivel mászkált. Merre felé szokott ő mászkálni? Hát tudja, hogy az merre jár az az ember. Hát benne a városban szerintem elég sokat van, de nem tudom. Dolgozni nem szokott, abban biztos vagyok. Jó, valamit gyorsan kitalálok. Megpróbáljuk ezt az Arnikát intézni. Hát jó, és figyelj, tesám, mondom, én nagyon számítok rád, akkor hétfőn én neked konkrét tervekkel fogok érkezni, meg te is, ha tudsz addigra úgy valamit, aztán összedugjuk a fejünket, és akkor meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni. De egy biztos, Bore, hogy itt nekem most biztosra kell menni, érted? Figyelj, biztosra megyünk. Csináljuk őket. Hát ja, egy az, hogy ugye a szlovákok is, mondjuk nem tudom, azokkal meg így felhozza-e, de győzőt, azt érted? Azt valamit tenni kell vele, Bore. Jó, megoldjuk.
Ha más nem, én fogom bezsákolni, Bore, érted? De már egy ideje szánt vagyok, Bore. Tudj intézni, helyen is van rá. Azt mondtad? Olyan helyen van, hogy ezt meglátod, agyad eldobod. Hát jó van, Bore. Figyelj, én nagyon bízok benned, testvérem. Oké. Megmondom őszintén. Tudom. Megmondom őszintén, hogy nem tudtam volna, hogy hova jöjjek. Tényleg. Tehát egyből tudtam, hogy éreztem, hogy te vagy az, aki tudsz nekem segíteni, Bore. Ne is bízzál itt a városba. Az ilyen emberekbe. Vigyázzál, legyél óvatos. Bármi gondod van, tudod. Telefonszámom megvan, csöröksz. Most megyünk, segítünk, ott vagyunk. Jó? Na, jó van, Bori. Azt figyelj, hogy mekkora a családod, látom, szép nagy. Igazából, hogyha úgy veszük, hogy vannak ilyen régi zsoldos barátaim, akiknek ez a foglalkozás körük. Tudom, 20-25. Jóó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 ó
kell egyébként. Csak tudod így, nem nagyon mozgunk, ne lássák, hogy mennyien vagyunk. Elég ez a kis létszám. Trafidát vagy, te hallod. Trafidát vagy. Hát ezt így kell, nem? Az teljesen jó jobbot, Batyerzot. Nagyon jó jobbot. Menjünk, és akkor mi is kapjuk ezt az Arni gyereket. Na, jó van, Bore. Van valami, amire ugrana? Ó, megvan, Bore. Megvan, Bore. Hallod, az autókat nagyon szereti. Próbálj meg, adj fel egy hirdetést, hogy X6-os cserélnék valami, várjál valami jobb autóra. Milyen jobb autóra? Lamborghini-re, X6-os cserélnék Lamborghini-re, Bore. Arra szerintem ugrana. Jó. Jó, vagy X5-öst, az a baj, nem tudom, valamilyen BMW SUV-ot cserélnék izére. X-szériás BMW-t. Jó. Azt mert szerintem egy Lamborghini-re ugrana, azt tudti, hogy ugrana a gyerek. Jó. Azzal be lehet húzni a csőbe, érted? Jó, oké. Akkor erre rámegyünk. Megpróbáljuk, azért egy kicsit körülnézgetünk a városba, csak nem tudom, merre szoktak lenni. Aztán meddig leszel? Meddig vele vagy ma fel? Hát figyelj, te sem, megmondom neked őszintén, fél órát leszek, mert hát be kell mennem még a kórházba is, érted? Most hallod? Nagyon fáj a fejem, Bore, hát ez úgy leütött, mondom, meg akart ölni, Bore, meg akart ölni. Érted? Nem bírom. Ti ki vagyok teljesen idegileg, szerintem most, hogy így beszéltem veled, most van az, hogy szerintem nyugodtan fogok tudni aludni, Bore, hogy na, itt meg lesz szódva ez a dolog. Pillanat. Jaj, Roki bátyó. Mi lesz itt? Vajon hétfőn mi lesz itt? Elkapjuk-e a győzőt, vagy nem? Vagy a szlovákokat elkapjuk-e? Na, mit találtál, Bore? Hát, mindjárt várja meg. Nagyon izgi lesz. Mert most oké, hogy ők is megvannak. Rokiékkal tudtam beszélni, de hát... Ja, ahhoz még a győzőt el is kell kapni. Hiába van meg, hogy valami jó tervet majd ki fogunk rá ötleni, hogy hogyan. Na figyelj, Bore, gyere, sétáljuk vissza közbe. Látlak, Bore, itt a izét. Twitter csipog nekem nagyon, mit osztottál meg, Bore? Jaj, eddig BMW, jó lesz ez. Erre biztos ráugrik. Nézzük hátha. Megmozgattuk az úszót. Na menjünk akkor. Azok már mulatnak. Hát ilyen ez, Bore. Oda néz. Ilyen ez, jól érzik magukat. Biztos a Rozi jegye érekel valamit. De hallott testvére, vagy, hogyha elkapjátok ezt az Ardikát, én nem bocskolom be a kezem, van olyan embered, aki el tudja izét takarítani? Így tézem én. Jó van. Nekem nem számít, hogyha egy kis vértapad hozzá. Jó, vattisabb.
Azt figyelte, jó nézi magát a család. Na nézz oda. Ott a mi folyik itt, te? Igen, a zene is. Na megy a buláj, gyere tartunk. Az kemények vagytok, Boris. Ne rázd már azt a fegyet, mert kiesik a golyó. Mindenkinek fizet egy százast, aki nem táncol. Hát, én nekem nincs kedvem táncolni, megmondom őszintén, ezek után, ami történt. Akkor mindenkinek fizet. Nézd meg a kék hajú úriembert, Hemit, valami több táncos. Mi engem keresztapu, ezt figyelj. Jó, hogy nem valom a zenét. Csiba? Hát nagyon tudod szedni neki zsidóka. Figyelj, keresztapu. De azért, a mezit lábast azt jobban szoktad nyomni, hallod? Hadnak én lennem. Na, ezek a komoly emberek. Láttad, testvérem? Hát figyelj, tesám, én bízok benned, Bori. Néha kell egy kis lazaság mulatni, jól érezni magunkat. Hát persze, valahol ki kell engedni a fáradt kisztét, Bori. Bizony. Jó, miért anyu? De azt csodálom, a nagy zsidóka együtt táncolsz, az hogy a felébe, hogy nem fogysz le már. Hát látod, apu, ez a baj, nem fogyom. Bepótolj otthon, nem? Vagaró, az betagad. Hát ez az, most nézd meg, itt tátszik el egész végig, a szállod utána meg majd eszik, vagy fél lovat. Na jól van. Már most azért elég lesz a puleszból. Megyünk, intézkedünk, jó? Da, jó volt, testvérem. Elcsípjük Alika. Ezt a gyereket. Jó volt, testvérem, nagyon szépen köszönöm. Figyelj, telefonon elérsz. Jó van, kész félre köszönjük szépen, hogy vigyáztatok a kisfiamra. Köszönjük a tél táncos esti. Remélem megvesz pikpak. Remélem jó viselkedés, fiam. Da. Várja. Jó? Találja azt mondod, papikám, dehogy nem jó, hidd el, hogy jó vége lesz, hidd el, hogy jó vége lesz. Bízz bennem, papper. Akkor beszélgettünk. De jó volt, testvérem. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt ráhozhattad az idődet. Az ajándékot nem felejtettem el, azt is intézzük nem sokára, jó? Speciálban. Jó volt, köszönöm szépen. Köszönöm. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, valami van csörögje. Nagyon nektek szerencsétek így. Szosztár szívbi legyünk, Bore. Szosztár szívbi legyünk. Ciao. Legyetek jó. Ti meg legyetek szerencsések. Azaz, legyetek jó. Hidd el, papikám, nagyon-nagyon jó vége lesz, tetszeni fog. Hidd el. Anyu, ezt én nagyon élveztem ezt a gondot. Láttam, már nincs is. Ha nagyon jó volt. Te azt figyelj, éjj csak, Bore. Na, botját. Izé, most akkor hova az út? Megyünk haza? Szerintem hát azt mondod, nem nyitott ki a izét? Nem nyitott ki a burger? Az jó. Ja, figyelj, mit szólnál? Na, már nem akartam előttük kérdezni. Majd négy szem közt a gyerek előtt nem beszélünk erről. Hát, kikérdezem, hogy van-e... Menjünk a karácsonyfa boltba. Jaj, de megyünk oda, megyünk. És szerenádat fogok adni a nénnek. Na azt meghallgatjuk, zsidóka, meghallgatjuk. Mi ez, burgers, hot? Dara? A biztos, hogy nem lesz dara. Biztos, hogy nem lesz dara, papikám. Legalábbis nem rajtunk fog múlani, úgy mondom. De nem megmondtam, hogy ne itt lógjál, papper. Ja, nem az, hanem hogy... Nem lesz ez így jó, megyünk, nem lesz ez így jó. Megyünk, mert éhesek vagyunk, még szobjásak tudod, addig megyünk csak. De hogy kicsipték már magukat ezek az emberek, Bore? Hát figyelj, azt kell, hogy mondjam neked, ez egy elég erős társaság, nem tudom, hogy láttad, nem? Tehát nem ilyen. Hát láttam, hát én rendesen beszálltam ezek, te fegyveren előbásztak, te jól mondom, itt nekünk a pec, hogy ez lesz. Hát ez... Hát megijedtem, hogy nem akarok itt lemenni a Mary-be, he? Nem, ezek rossz fiúk. Figyelj, anyu, adsz egy torok cukorkát, hogy megmélyítsem egy kicsit a hangom. Jaj, addig még a torok cukorka kéne, ki hallod? Hogy azért kicsit felnőttnek tűnjek. Köszönöd meg a torkod. He, hívd akkor e? Így jó lesz, anyu! Hát, de így, mert így olyan erőtetettek tűnik. Jó. Úgy beszélj, mint keresztapád. Oké, anyu. Várjál be! Így jó lesz, anyu. Le volt építve a telefonom, Bore. Hát én hallottam, hogy szól a Kaposvár, az a baj. Ajá, csak tudod, én meg nem hallom itt, mert tudod.
Ja, meg ki van kapcsolva nekem a csengő hang. Hogy a YouTube nem szereti a zenéket, aztán... Ja, te hívtál testvérjebben, le volt hátítva a telefonon. Én hívtalak. Biztos, hogy nincs telefonja ennek az Arnold gyereknek? Hát de van neki, de az a baj, én nem tudom neki a számát, tudod, az a baj. Számát, aha. Hála, várj egy kicsit. Hála, Rozsi, gyégyé, te nem tudod a számát az Arnikának? Nem. De se tudod, ó. Ja, ez a baj, nem tudom. Ja, mert tudod, föl kellett volna írni egy ilyen cetlire ott a izébe, a szobafalára, de nem írta föl, tudod, az a baj. Aha. Jó, mindegy, valahogy intézzük akkor. Jó. Ha megnézem, de nem tudja senki. Ja, azt mondják, hogy szokottám egy helyre járkálni elég sokat, hát ha most is betoppan. Igen? Valahol, igen. aha. Hát nem tudom, hát figyelj, azt mondom, legyen nektek szerencsés, hát én is, hogyha esetleg meglátom, valahol szólok nektek egyből, jó hívlak. Okés, rendben van, megbeszéltük. Köszönöm. Na, szeretlek testvére, minden én jó is, teket. Én is, ciao. Ciao. Puszi. Addig még szeretlek testvéred. De jaj! Jaj, a pipadit. Nagyon szentimentali kálikálus lettél. Hát az a baj, tudod, Rozikám, az a baj, hogy ezt a testvéremnek kéne mondani, de látod? Nem neki mondom, mert átbaszúrt. Kimondtam. Meg akart ölni. Azt látod, mi szúrtuk hátba papírod? Jó, hát na. Hát na, de igen, de hát azért érted, nem kellett volna azért megizéri. Ezt meg lehetett volna beszélni, 4 szem, 6 szem közt, normálisan. Ja, meg hát tudod, nekem nem csak ez a bajom, hanem a izé, a szlovákok, érted? Az a legnagyobb bajom. Hát alig tudtunk tőlük megszabadulni, ezért kellett költözni, Bori. Jaj, hogy jut eszembe, majd mindenki ebben a telefonában. Figyelj, anya, előveszem a gitárt. Kéne cserélni majd egy telefonszámot. Ja, hogy megcsináljuk? Te figyelj már, Boré, tudod, mit kaptam ezektől a kedves emberektől? Mit? Agyfaszt, Boré, agyfaszt. Nem, hát a múltkor találkoztunk náluk a burgernál, tudod? Azt ígértek nekem gyűrűt, azt kaptam a belé nyalány órát, meg egy gyűrűt, egy eljegyzési gyűrűt, Boré. Meg kéne adni az acesba. Ha most megy, várjál, Csinóka, itt van az a néni, azt akkor utána elmegyünk a izébe. Elmegyünk utána az aciba. Itt van, na gyere, menjünk. Jaj, várj, aladok neked egy eljegyzési gyűrűt, hova vagy hiába? Hát, jó napot. Micsit a raktár van ott bent, Bore, hallod, mi lehet ott bent? Ott szerintem minden jóság is. Paxtonpír, te jó ég, nem tastom, mik ezek. Ezek dohánylevelek, gondolom, vagy nem, grabba leaf, nem tudom milyen izé. Hello, sziasztok! Hát, szoszi, csubázlak, testvérem! Abakarló! Na, mi a helyzet? Hát, figyelj, tesikém, arról akarok veled beszélni, hogy... Nincs itt... Na, de várjál, Zsidóka, itt van, vagy ő az? Nem tudom, ő az? Ő az. Hát nem vörös haja volt neki? Mi nem? De hallod, itt a kisgyerek adta egy szerenádot, ha nem baj. Hova? Hogy szólít a műsik a hát neki ne igen, mert ő nagyon veszett egy nő. Ne, nem baj. Na hát a kisgyerekkel se lehet bírni. Neki jó lesz. Nagyon veszett. Kekezhetem? Kekeresztapu? Ha persze, Csidókám, hallgatunk téged, na csapassad. Na. És? Hát ez nem a legjobb így. Ajaj. Hát ez Zsidóka, mint nem a legjobb. Ez nem a legjobb. Állj le. Jó, leállok. Inkább édekeljed, hallod? Inkább édekeljed. Jó. Kekamimo, tetepeno, zuzuralésé. Unola, tetszik nekem a néni, nagyon szép. Jaj, nagyon szép egy jobb. Ajaj. Jó, hogy van nála, hé. Hát ez nem jött be. De baj, fiam, menjünk, kilevegőzünk. Sajnálom. Nem, szerintem lehet megijedt a nénitő, tudja, egy kicsit már bemozdult neki, aztán érti, lehet, hogy elkapja. Én azt mondom, van egy kellettőbb nő, egy aki tényleg beadja a derekát, hát ott a burgershátnak.
Hát azt akarta először, de nem érte, most élcsavarta a fejét ez a fekete hajú lány. Hát eddig a vöröset akart. Na, te értem, hogy van ez. Gidókám, hát hogy van ez? Burgeresnek te. Nem tudom, de tetszik a néni. Hát eddig a vörös tetszett neked, de? De vörös rózsaszín, a vörös a dokinőhez. De mondjuk itt a halszak van. Milyen szag? Igen, te engem már megint idegbe teszel, more. Menjél kifele akkor. Na, hát fink szag van szerintem, megint összefintad magad. De menjél ki, ezt üljél be a kocsiba. Jaj, van. Már nem mindegy, akkor. Akkor fingorászunk. Anyu, nézzük itt hol a földön. Jel bele, és utána add vissza. Azért volt a halszak. Jó, akkor megyünk ki és kidobjuk, jó? Hogy ne legyen itt a gyere. Na, jó van, köszönjük szépen, na, akkor a szeredádot. Köszönjük szépen a lehetőséget. Hát akkor ezt a lájt, ezt nem rabótad el, Zsidóka. Hát ezt sajnálom. Sajnálom. Hát mondtam én neki, a bőrkérsotos az való neki, de nem érti meg. Ez beadja a derekára. Hát, ha sosincs egy nyitva, úgy nehéz fiúk. Most nyitva van. Nyitva van? Szerintem, igen. Na, akkor vegyük, na. Na, köszi testvérem, legyen nektek szerencsés. Jézusom, mi ó, Fausto, hogy van Fausto kap? Ez az ajtó, nem megy nekem bárjába. Mit éred be magával? Tessék? Mit éred be van magával? Minden faszom. Na, tartozik nekem kettő darab baseball ütővel. Azt kell, hogy mondjam. Na, nem mindig már. Baseball ütővel? Há, így van, elvette. Kettő darab baseball ütőt. Láttad, hogy elfogyott. Nem emlékszek ilyen. De? Na mindegy, én nem felejtek, úgyhogy majd legközelebb, ha találkozunk, legyen, adja vissza, mert nem tudok a Gidókával vizérni, járni edzésre. Azt láttad, de a kisgyerekkel tudja. Tovább egy címes, utána főnök. Aki ott áll, én. Adom. Ha így van, ja, a kicsi Gidókával tudja. Nem tudom, kinek adtam. Ja, az a fia? Figyelj már, sógor, a részszárvasos bácsi kapcsolatba lépett a Rizével, a fiúval rádión. Igéd? Na, ó, jó van, bennem kéne, haragudjon. Na, majd később megbeszéljük ezt, jó? Jó van. Na, minden jót, viszlát. Haló? Várjuk, hogy kérek szapádat. Figyelj már. Még ez a városban van, azt itt magyaráz a rádiót a puja fülébe, hogy álljak az ő oldalára. Vagy mi, Gidók álljon az apja oldalára. Nem mit mondasz, Gidók? Az a rénszervaszok bácsi a fülembe szukta a rádióba, hogy most megmondja, hogy mondjam meg, hogy hol vagyok, és értem én, és apámmal tartsak, még ilyen. Hogy apuval összefogott ellenünk. És ezt most mondta? Ha? Most mondta. Te, hát hallod... Elfelejtettem kikapcsolni a rádiót, aztán mondta. Hát hallod, Gidóka, hát nagyon jó vagy, hát akkor ezért majd most megfogjuk oldás azt a gyereket. Valahova csöcsaljuk oda. Na várja, főhívom ezt a izét, főhívom mindjárt a izét, a vizínit. Na, szerintem megyünk már innen, akkor addig azt, na, mert... Én addig meg lerádiózom, hogy... Elmegyünk addig a Burger Shotba? Elmegyünk a Burger Shotba? De rádiózzál még semmit. Majd valamit bautat, valamit majd vegyünk útba, kéne venni nekem is rádió. Gát, mindig bezár ez az ajtó, nem hiszem el. A szönt rázzál, most bízzék, jó? Azt mondott még neked valamit az a bácsi, az a rész szárvas, hogy legyen azt alatt mondta, a homok. Hogy mondja már, hogy hol vagyok. Na majd mindjárt elmondod neki, csak most ne rádiózzál semmit. Jó. Nagyon szemes hátul az idő. Hát, figyelj, most ezt tudjuk nyújtani, Bore. Mi az, hogy szellős? Fázol? Hát húzd össze magadon a prémet. Hát legalább nem lesz itt benn fingszak, mert folyamatosan főfigyeltek itt a helyzetet. Csönd, rádiózik, csönd, menjetek, rádiózik. Na, meg lesz ez hamarabb. Azt mondta, hogy a dokkoknál van, és 5 percen van odaérni. A miért dokkoknál? Hát ez az egész sziget egy dokk. Ott szerintem a kikötőnél. Hát abban is van egy pár. Csaba, hely, hát... Félreállok, azt telefonálok gyorsan.
Mondja. Ah, infó van, testvérem, infó van. Figyelj, na, mondjad. A kisgyereket magával akarja vinni ez a izé, ez az Ardika, és annyit mondott neki, hogy a kisgyereknek, hogy 5 perce van a dokkokhoz érni. 5 perce kell nekünk, hogy kell lesz te is, meg kell a gyerek is. De várjál, lehet ott lesznek a szlovákok. És tényleg. Oké, akkor figyelj, gyorsan felfegyverkezünk, és a dokkok előtt találkozunk valahol, jó? Jó, figyelj, megyünk addig oda, most jó? Most már mi is gyorskocsival megyünk, küldj egy kordit, ott találkozunk, és megyünk együtt a gyerekkel rájuk pukkanunk, okés? Okés. Oké, küldj, várom a kordit, hol talál. Oké, csáó te sikert. Csáó. Na, figyelj! Artika! Tedd már le, mert nem tudom, te sem. Ja, ma várja is. Nem tudom. Jó, várjál. Programváltozás. Pillanat, megpróbálom letenni. Hát én se tudom, Bore. Várjál. Na most. Na, halló, G-Dokkám. Na? Hodd neki azt, hogy kell egy kis idő, amíg odaérsz, de szerzel valakit, aztán mész, jó? Szerzel egy taxit. Te kell egy kis idő, mire odaérek, mert kell szereznem valami biciklit. Ah, jó vagy, Csai, vagy nagyon szédülsz. Hol is vagy pontosan? Észédő, bakker, mint hallod, de menjél, figyelj, ha nem hallod a szépen csengő hangom, akkor eltűntem. Jó. Na, most jól, hogy el tudnám kapni a izét. Dokkokhoz kell nagyon sietni. Az Arnikát, mert akkor ő már nem tud izélni. Jó van, begyük. Három perc. Azt mondta, nem érek oda ki. Mit mondod? Mit lesz? Mi lesz, ha nem érsz oda? Hogy kinyír. Téged? Az, persze. Mi meg majd kivágom az átablakon keresztül. Vodkos rendőrök elvették a pénzbözítőbet. Igen? Eldobta a vasat, Bori. Igen. Azt mondta, hogy kapok 10 percet. Mégis azt mondta, hogy úgyse találok oda a dokkokhoz, ezért elmegy valami pupucér faluhoz. Azt hiszem. Jaj, a pedofil hely. Azt mondta, a pupucér faluhoz menni. Ah, jó. Na várja, beállok ide, de hogy itt jöjjön ki valahol az a szemétláda. De szerintem itt fog valamár... Forduljál, mert ha a főúta jön, akkor úgy utána tudsz menni. Vagy innét nézd, itt is jó. Ah, de ezzel úgyse ére butol azt az autót. Hát ez nagyon lassú, de mit vegyünk ki akkor oda? Most akkor azt mondta, oda megy a pucérfaluhoz? A pucérfaluhoz. Igen, azt mondta, ott fog várni a szikla tetején az X-ot. Az... Hallod, Rozi, egy jelölt be, azt nekem légy szíves. Az a baj, hogy nem tudom, hol a pucérfalu. Csidóka, eléred a izét? Várjál, hátrálom neked, jó? Ezt te lehet venni innen a cumbantani? Hogy te lehet, de addig főhívom ezt a izét. Jó van. Na, odaadom, Csidóka, elkaptad? Igen, csak itt... Jaj! Jézusom, milyen fura ez a GPS. Te bár csak találd meg a kohornyát. Mi lesz így? Mi lesz így? A kukucét falut? Mondjad, te sem. Na, szószítesse a változásban, azt mondta, hogy kapunk 10 percet, de akkor viszont a pucérfaluhoz kell bennünk. Ó, az probléma, mert ott már sejtenek valamit. Nem találom. Érted? Figyelj, merre vagytok most? Oda megyünk hozzátok.
hol a pucérfalú, az is jól megkérdezi egy koordinátort. Itt a golfpályánál tudunk találni. Igen, szerintem valamelyik részak felé vonunk. Golfpálya, jó van, a bejárat? 7160, 7160, aha, aha, az a bejárat. Ah, nem, az ott az épület előtt van egy parkoló, 7160. Mennek a számok, vagy azt még nem tanultad? Jaj, jó van, adj egy kicsit nehezebben rakom össze, de meg fogom találni, Bori. 7160, ugye? Ottali, 2 perc. Oké, megyünk oda, megyünk oda. Ciao, ciao, oké, oké. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hol van a 71? Ja, ott van. Na, összefutunk ezekkel az emberekkel, aztán szerintem velük megyünk oda ki, az lesz a legbiztonságosabb. A hátsai egy izgalom, én kezdek félni, hallod? Komolyan mondom. Ó, de félvénk melletted vagyok, Bore. Nekem az az érzésem. Én is melletted vagyok, keresztok. Hát akkor senki ne féljen. Á, tép, nekem az az érzésem, hogy ott lesz a győző. Figyeld meg. Egész nap nem láttuk. Hát ez mondjuk lehetséges, Bore. Mintha azt mondta volna, hogy apáddal megyünk el. Ja, te ha ott az a győző, én koporsóba teszem, he. Jaj, nem láttam drága testvéremet már évek óta. Mit mondasz? Ha nem láttam drága testvéremet ezer éve. Hát ő hamarabb szabadult, mint ez igaz. Most ez neki találkoztam, mondtok, hogy agyon kell verni, Sági. Jaj. Jaj, ti. Én sem mondtam, csak meg kell fenyegetni. Na, akkor jó. Adj, add el már neki. A népszó szerint tölöm meg, he. Csak idegileg. De van neki még olyan? Nincs, mellette már nincs. Júj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 
Hát én is majdnem szívszélütést kaptam. Megállt az ütő, mi? Golfpálya megállt az ütő, így van. Én azt hittem, hogy csak hokizni szoktatok. God. De hát hallod, ez itt az urak sportja, Csai, ide sose fogunk bejönni játszani. Ti mást játszotok, érted? Hát ja, mondjuk én is beszeretném egyszer már, tudod, a kis golyót rakni a lyukba, tudod így beterelgetni, Csai. Jaj, én nem vagyok vevő, More. Hát nem játszanám azt a játékot. A golyót, hát... Na nektek már nem mindig. De most... Anyu, ide fingottam. Ne kell, ide, én is fingottam, nem mindig. Ha mit tettél, te More? Sidni szlagpörköltüt. Nadik. Hallod, Csai, te nagyon álmos vagy ma? Hát hallom, azért kemény napunk volt, mi? Itt a leütéses után. Hát, én is hallom. Majdnem mondtam, hogy mi nem volt olyan kemény. Hát ja, hát figyelj, ha gondolod, akkor dőljám le nyugodtan, mert most már itt de én már most már még várom a végét, hogy én legyek a szép tanú. Ha valaki dobjon már meg egy kis indivallóvába, mindjárt szemben. Hát azt keresed, nekem is csak egy van, és igaz, most már iszom. Hát az... Hogy álljunk be boltba. Az nekem is egy van, Bori. Nekem is. Nadik, itt fogok szomjad dégleni. Hát igyában, jön a izé, testvérem aztán. Ki a fej, szólok neki, hogy hozzon egy... izét. Azt hiszem. Hát mi volt marad... neki? Ideg... Paja, vagy mit tudja, mi milyen. Ideg zsába, vagy hogy hiány. Mi mindjárt meg kell megyek piszíni. Ma egyé, fiam. Mert a gyereket nem iszik egész nap semmit, az kihúgyozza a lelkét. Hát mi van ezzel? Jó, hát látod, látod. Te csak ja, te, de... hogy rádiózzon annak az Arnoldkának. Azt mondod? Hát ez rádiót egy-két módon venni tőle. Simány ez a puja, More. Nagyon rafkul gyerek, az biztos. Hát hallod, Csai, a neved már meg akkor a gyerekedet, hallod már saját gyerekedbe se lehet megbízni. Ti, azt ha minket itt elkezdenek lődözni, More, akkor mit csinálunk, he? Hát hallod, nálam még egy izét, semmi fegyver nincs, de... Ja, te... Hát hallod, gyere, Árik, hagyd tegyem le a fuxot a kocsitba.
nálam van egy telefon, meg sem igazolvány, azzal nem sok mindenre megyek. Azt rádiózta a pénzszarvas, hogy ha bemegyünk a területre, ő neki vannak emberei ott, elég sok, és hogy sziszitává fognak minket lőni. Az miről te? Miről beszél? Milyen emberei vannak neki? Még kiket hozott ide fő magával? Azt mondta, 5 percünk van odaérni. Hát jó, van, megyünk mindjárt, látod. Itt van, megjött a testvérem, aztán mindjárt intézünk. Én nagyon izgulok, hogy... Jaj, szevasztok, testvérek! Na jó, hordoztok újból. Na, várjatok, csak leteszem az ékszereimet, tudod, lehúzom a gyűrűket, meg hasonlók. Zsolti, dobálj már azt nekik dolgot, amit hoztunk. Na, neki majd zárd le ezt a kocsit, jó? Ehhez senkire gyújjon. Halljátok, testvéreim, annak a testvéremnek nem tudnátok adni egy innivalót? De, tudom, gyere, vagy adsz. Köszi. Hagyjál, akkor majd adatom. Nekem lőtt, mert mindjárt szóval még legalább kibet. Rakjad! De nem vigyék is semmit. Ez az agyuk kádé. Lesz számod, barátom. Én vennék ki bármit is. Jaj, fiam, családból vagy. Az Romeo, fanyos a kedvenc. Szép fel, barátom. Hát, izé, 40-es poré. Tudod, ilyen 40-es vagyok ma. Vényszor. Az poré. Négyet hoztam, csak barát. Az a baj, hogy itt akkor ebből már sejtenek valamit egyébként. Hát figyelj, mit mondott neked, Gino-ka, mondjad, mit mondott az Arni? Elmeséljem, azt mondta, hogy menjünk a pucérfaluhoz, hogyha apámmal akarok tartani, és azt mondta, hogy a pucérfaluba ne nagyon hangosan menjünk, mert teli van vadász emberekkel, és itt fognak minket citává lőni. Hát az fenyegetés. Igen, szóval nem oda megyünk, hanem nem megyünk a dokkokhoz. De azt mondta, hogy ő a pucérfaluban van. Hát és majd lejön. Na, hát ki akar velünk tárgyalni, akkor jöjj. Mi, Lada ki sem megy a hegyen. Jó. Nem tudtok kimenni. Hát meg én ezt lezárom itt szerint, adja nem férünk be hozzátok, mi? Vagy hányan hát hozzánk még ketten férnek be. Baj van otthon? Csomiba, ha bebírtok mászni. Hát nem. Vagy egy garázsnál lehet ledbomba ezt a Ladát. Vagy hozzam még a pandemet. Azt mondjuk nem egy rossz ötlet. Eldoblok, Laci, gyere. Akkor eldob valaki a pandemélyhez, valaki abba beférünk. Laci, akkor én tartok veled a pandemba. Valaki tudod, hogy neki megyünk hogy a Ladát elvitt. Tapu, azt mondta a bácsi, hogy vagy megyek a pucérfaluhoz, vagy nem. És 5 percet. Vagy valaki elhoz a izével. Mondd meg a bácsinak, hogy ne szólogasson be. Tessék, is, így áll is. Mondd meg neki, hogy itt nem ő szabja a feltételeket. Azt mondtam, hogy a dokkokhoz fog jönni, akkor oda fog jönni. Na, de te mondtad! Itt nem te szabod a feltételeket, a dokkokhoz jössz is kész. Na, ez a beszéd, fiam. Ez a beszéd kell. Így kell intézni. Egy percen belül nem vagy ott megtalálok, és kibelezzek. Na, ez az keményebb a gyerek, mint én nem találsz meg, majd én találok meg előbb, azt kivágom a szívedet és megetetem vele. Valaki akkor el tud dobni a Ladával. Gyere, Laci! Ne vigyétek el a Ladát, és akkor... Vigyázz, viszletesebb, csak itt telepakolom a Ladát. Na gyere, dokkokhoz, addig ki meg gyertek, beszéljük meg egy valamit. Csoki! Hopp, nem. A gyere, vegyük, Pori! Jó. Kihez üljek, he? Hát várjatok meg, mert akkor nem tudom vissza. Mindjárt jövök vissza. Vagy meghalsz. Bejelöld a legközelebbit. Persze. Itt a legközelebb. Te a Ladát, azt tedd már le majd, az ékszert kébelül. Ja persze, ezt rakom le, azt jövök vissza a másik autóval. Jó. Tész már a golfpályára, hívja őt, tesz! Mi, ide akarja hívni a golfpályára? Tudom, majd itt kiveszem akkor a pandemet, azzal tudtak jönni. Itt várja. Ahol van itt ez? Van hátul a parkoló ebbe. Ijjjj, Boré, meg vagy? Ó, meg vagyok. Ó, bratyeszó, te áragudj. Nem baj. Szegény. Gyere.
Íj, bratje szó, micsoda képezet, ezt te hallod? Majd ezzel akkor jöttök a izé. Ti? És akkor én megviszem majd a Mártit. Da, jó volt is, Sam, jó volt. Az a komolyan néz ki. Az milyen püffögők vannak ebbe itt hátul, Bori? Hát persze. Csak nagyon lomha, arra kell vigyázni egyedül. Ah. Egyébként nagyon jó gép, nagyon jó gép. Hát ja, átmegy ez minden, mi Bori? Lehet még a győző gyakán is. É. Jaj, Istenem, gyere dokkokhoz, te hogy... Hopp! Ne, te is szitává legyél, lőve! Persze. Szerintem ezt már többiek nem kreálták megyek, le. Legyen neked nagyon szám. Na mi van, megy még az alkudozás? 10.097-re lemegyünk, ott van egy... dokoknál egy hangár, ott el tudnak bújni a srácok. Ti megvárjátok. Aha. És ott rájuk tudunk bukkanni. Kérjük ez a darálom! Az a baj, nem akar a dokkokhoz menni a bácsi. Mi az, hogy nem akar? Hát fia vagy, nem kell a fia? Ja, ez de bas, ez más. Ez a más. Mi az, hogy más? Hát a milyen bas? Másik. Ez az a rénszarvasos bás. Hát az Ardi. Hát az Ardi, ja, azt akarjuk, azt akarjuk. Igen, de ő a pucér fogolna, és azt mondta, hogy nem megy sehol. Hát miért nem kell neki a gyerek? De van szarvas az apja, ő az apja Bellettal. Hát nagyon csapdának hangzik, nagyon csapdának hangzik. Annak bizony. Mondjad neki, hogy nem vesszük be, hiába mozog az úszó, ez a hal, ez nem harap. Nem vesszük be, hiába mozog az úszó, ez a hal, ez nem harap. Ez a zsinoka. Ügyes vagy hát. Mondjad, hogy biztos bántani akarod apát meg anyát. Mi citává leszünk, Borei? Biztos bántani akarod anyukámat, mert keresztaput. Téged elfelejtett kobám. Hát, én nem számítok, látod. Keresztapó azt üzeni, hogy mindenkinek kiforja itt verni a fogát. Zaj, de most... Hallod, hallod? Üzen meg neki, hogy hát nem itt látja, abból csak rossz vége lesz. Nem, de ezt nem. Ha üzen meg neki, hogy fogunk sincsen. Ne, mondjad neki valat csinókám, hogy ne a rádióba arcoskodjon, ott kikötőbe találkozunk. Azt így csapellát. Ne a rádióba legyen nagy az arcod, gyere a kikötőbe. Nincs csapellát, nem érdekel. Csak a rádióban nagy a pofád. Te kutya, azt is igen, tett hozzá. Igen, a dokkokhoz, te kutya. Gyere, üdj! Úgy kell. A dokkokhoz, gyere! Mi az, hogy döndidó? Gyere, üssük össze a dokkoknál. 10.97. Ó, ez a gyerek, hallod? Jó, indultál a dokkok. Na, várjatok. Srácok, tudjátok ezt nekem intézni, amíg én elintézem a pirosokat? Elindult a dokkokhoz. Hurkával, vagy a Rómaújékkal le tudjátok nyomni? Kérdeztem valamit. Da. Csináljuk. Amit... Baj, van főnök. Igen, van egy kis probléma a pirosokkal. Indulok. Mi intézzük ezt. Jó, nyomjátok. Féltek. Romeo fog titeket irányítani, meg Zsolti. Bújjatok el. Ők meg oda mennek a gyerekkel. Akkor menjünk amikor gyorsan. Amikor gáz van, akkor meg akkor segítsetek be nekik. Igen, akkor Dóra nyitok rájuk, jó? Pötyögjetek kettőt. Zsolti, pötyögjön kettőt rádion. Ennyi. Ja, megoldj. Indulni jó? Kéne, mert na, azt mondtam, menjetek, menjetek, 10.97. Oda menjetek, hogy el tudtok menni. Segítség nem kell, hogy... Nem kell, menjetek, intézzétek, én ezt intézem, jó? Menjünk, üljünk be. Gyere, vagy oda szálljunk akár még. Valami közelebbi helynél ki kéne tennetek. Ez nem az én autóm. Közelebbi helynél tegyetek ki. Jó, én ebbe akarok szállni, úgyhogy majd mindjárt beszállok, menjél nyugodtan. Jó, én meg ide. Na hát de, akkor ezt a sors... De várjátok, gyere Csaje, pattanj ide! Na jó! Akkor jövök ide, hát! Hátul van! Már annyi vagyunk, mint a búcsú! Várj, a pandem... Ja nem, ott a kisgyerek! Gyere szálljunk! Vegyem! Hova? Ide? Ide szálljunk, ide ebbe! Vagy abba is, jó, abba is! Na most már mindegy, visszafogom! Hallod, gyere Csaje, ülj az ölebbe, na, ne pantod meg! Jaaa, de hát most hogy vezet? Siessünk keresztapu! Hát jó vad! Jobb, de kihalljak még! Csak nem gyorsul ez az autó egyre. Majd Boré, te kellett nekünk este hely! Mit te mondjak? Hajok lesztek, Boré! Hát ne féljél, Csai! Ne féljél, Csai! Elkapjuk, aztán annyi lesz neki! Azt mondja, hogy ott vár már! Jóó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 ó
már ott vár.
Hallod, le tudod rádiózni ezt a többieknek, te sab? Persze. Azt mondja a gyerek, hogy ma ott van a dokkoknál. Mi mindjárt odaérek, nyugi. Ha ilyen gyorsan odaértek, de... Hát a pucér faluból, hát... Nem tetszik ez nekem. Pillanatra meg tudsz állni, mert a fegyverem nem megy igazán, nem tudok kihasználni, de várjál, mindjárt megadom. Persze, te sab. Na most jól, kösz szépen, mehetünk. Na jó, vagy csodázzuk, porre. Kíváncsi vagyok, mi lesz ebből, hogy most tényleg lesz ott valaki, vagy pedig csak így... Leszel ott. Próbál minket izélni. Mondjuk próbál mi velünk szórakozni. Valami nagyon gyanús nekem. Hát nekem is zsidókkal megmondom őszintén. Nekem is megmondom őszintén, de nagyon csapda gyanús hangja van. Hát mindegy, kocsiból nem szállunk ki, szépen körbenézzük. Persze. Itt megy előttünk. Az lesz az. De az X-et. Az. Ez a Merci. Az a mi, ja, miéik. Ez a miéik. Jaj, ma megijedtem. Jaj, hát itt ilyeszkedjetnek. Ezek az autógyártók nem tudtak itt, de egyforma autót gyártani. Hát. Azt üzeni a rádió, hogy az öt gyerek nincs biztonságban. Azt üzenték, hogy az öt gyerek nincs biztonságban. Az ami anyujé. Ez ki akarja gyírni az egész? Hallott Csai, ez fenyegeti itt a izét. Fenyegeti a családunkat, meg az öt gyereket. De kire csinálod, Bambolé? A te pizzebé hallod. Na most mi hova jövünk? De kikaparom azt a két gyűrű szemét, azt feldugom a senkébe. Akkor a másik oldalon vannak. Balra. Hát de izé, 10.097-et mondott, nem? 10.097-et mondtunk. Hát akkor az ez az. 10.097-et mondtunk nekik, úgyhogy bújjunk csak el, srácok, minél hamarabb. Mindenki bújjon el minden. Gyere ide a 10.097-hez. Mert nagyon nem vagy itt a dokkoknál. Hát ez nekem nagyon gyanús. Itt 10.097, tudod? Azt mondja 5 és 10 perc között itt lesz. Lerobbant. Hát az előbb azt mondja, hogy itt van, most meg már kell neki 10 perc, hát mit volt? Na, Gino, Kami, hallod, hagyd menjek fel arra a rádióra, mondjad mi a izét, mi a rádió? 92.30. De hol vagytok sokkor? Tudod mit, legyen rossz, oda megyek, felülsz, vagy beülsz a kocsiba. Elmegyünk máshova, és ott lejártunk. A pandemat 10.098-asnak a csücskéje van, az egyes napot a tejénél. Keresztapát, vagy valaki beleszóljon véletlenül, és akkor ezt így lejátszunk kettesbe. Akkor én az lesz, hogy oda megyek, és egyből el is jövök. Hallod, mondja te ki, hogy dev. Nem. Hogyan neki, hogy ide kell jönnie, te itt fogsz halló várni rá. Ide jössz, itt lejártuk. Oda megyek, és el is jövök, megnézzük, hogy ott vagy-e. Nem, el se bírtál oda gurulni. Hogyan neki, hogy gyere. Itt cigizek. Ott cigizel, anyád megengedi, jó, egy felelőtlen anyád van. Jó, vagy gyere ide. Meglátszik, hogy ki nevelt, apád nevelt, nem van anyád. Anyád tisztott. Ja, nem is tudott megnevelni. Jó néz ki ez az autó. Jaj, perce. Azt mi fegy bennék? Na, iparkodjál. Tiszta szégyen az, hogy megcsolja az urát, hogy mind a piára megedi, hogy cigizze 6 évesen. Jó, szólj, ha itt vagyok, Csai. Nem vagytok, helyen vagytok tőve, mint betöfi a ködben. De elbújtunk ide hátra, csak főbettem a rádióra, ahol az Artikával beszél, azt mit hallgatok, hogy téged szíd már? Ó, te begülök. Té, azt mondja itt neked, hogy hogy nevéted azt a gyereket, meg mit tudom én, de a tócsáról össze-vissza téged. Na, csak lássam meg, Boré.
Menjek én is, még most én bújtam, megmondom az őszintén. Na, hát el vagyunk mi is itt bújva. Itt vagyunk a 10.098 előtt, itt a 2.0 előtt vagyunk, Bore. Vagy Csai. Mi a 99 mellett vagyunk, jó? Ja, fönn voltam a rádión, hallgatóztam, elvileg jönni fog ide, mondd a többieknek. De maradj ott benne kocsival, most. Na, Gidoka, mi a helyzet? Figyelj. Én szerintem oda megyek. Egy szerencse, Bore. Odafutok a parkolóhoz. Nem, te nem mész sehova, te nem mész sehova, te itt maradsz. Akkor figyeljétek, mikor szólok, ha mikor jön, jó? Ja, nem rafinátkodsz meg, itt veszélyben van az életed, itt maradsz, nem mész sehova. Oké. Jó, itt a bácsi vigyázz rád. Lecsatlakozott a rádióról. Hogy lecsatlakozott a rádióról? Hát nincs fenn a rádió. Csak úgy mondom, hogy... És mit mondott neked utoljára? Hogyha ideér szól. Ah, oké, Krisz, oké. Jó van. Hát figyelj! Figyelj, lehet, hogy valami baj van a rádiójával, tudod, nincs most izé hálózat, de vagy lehet. Tudod? Lehet. Tudod, ilyen lefedettség, vagy a franc tudja, vagy várunk egy kicsit. Oké, jó van, Krisz. Ja. Nagyon izgulok. Á, jó, csak ne szárd össze magad, jó? Meg ne figyelj a lehetőleg. Na, mondani kellett. Kezdi hallod. Na, mondani kellett. De mi? Én nem is fingottam. Hallod? Pálik, meg szellőzik a segget folyamatosan neked. De ráadásul ne húzzad itt a csíkot, nézd meg föl alá sétál. Bácsi. Nagyon jó az a fingás. Kérdezzem meg. Csinokka, jó vagy? Ti hogy vagytok ott lenni? Jól van, itt figyik egyfolytában, persze, hogy jól van. Ó, hála Istennek, legalább jár a keringése. Ja, van egy kis rádió csendben, lehet, hogy valami izén, baj van a rádiójával az izének, az Ardikának. De hogy remélem, leszakadt a kezelmékkel a gombot nyomogatta. Na, hát hallod, szégyed, tiszta szégyed. Le, mert akkor kitagadom magam. Szól, most mi van, ha átvert minket? Fogjuk meg. Hát akkor nem megölni, akkor kínozni fogjuk, ha elkapjuk. Abba biztos lehet. Azt mondják, itt volt egy lila BMW. Azaz, lila BMW, azaz. Egy SUV, egy XX SUV. X5-ös vagy 6-os. Visszamentek, vagy még itt van? Gyere, Topu. Gyere ma. Itt van. Itt van? Gyere, mindenki! Hallod, vezetsz, te sem vezetsz? Gyerünk gyorsan! 10.002-nél vannak. Várj, ne te, hanem a izé, a kalapos. Vezetek? Csak várj, az a baj, van olyan fegyver, de nem baj. Ja, akkor vezetek én, ja. Akkor várj, átszállok. Kicsi gyerek, meg kéne át tudsz szállni, mert erről kéne lejjek meg előre. Ja, várjál. Köszi. De hol látták? Hol vannak? 10.102. 10.102, ugye? Hát de ezek már elindultak. Ott van, ott fog jönni, figyeljük. De várjál. Mi vagyunk, benne vannak a gyerekek. Te ott bent. Jönni fog a BMW, menjünk el. Jönni fog a BMW, menjünk ki, azt mondják. Véletlen beszek rádióba. Na, bizú. Na, Bore, van valami info? Még semmi. Mi itt a 10.088 és a 10.087 között megálltunk.
most hol látták ők a 10 000? Ez jelzés volt? Kettőnél. Na mi volt? Pittyegett a rádió, vagy mi volt, Boré? Hát pittyegtettek, de szerintem nem volt jelzés, nem mondanak semmit. Hát a két jelzés az a pittyeg, két pittyeg is az egy jelzés. Az lett megbeszélve. Hey, Boré, most te mondj... Elment az BMW-s. De hát mondj egy csajé, vagy tudsz valamit? Csak azt kérdezem, hogy most ez... De elment? Semmi. Van, de elindult a 10102-eshez. Hát már mindjárt itt vagyunk, elindultak. Ők vezetnek. Gyorsan menjünk. Ott vannak, jobbra van, jó? Hol? Hol? Hol zsidókkal? Hol? Én sem látok senkit. Basszus, most mi van? Pedig aztán olyan a szemem, mint a sasé. Én nem látok senkit. Nincsenek. Pedig itt tiszta minden. A 10102-esen tiszta minden. Azt mondják, óvatosan mozogjunk, mert nem tudtassuk, honnan jönnek. A világítás nem tud legyen. Van, de ebből senki. A gypsy-k vannak velem. Igen, a pandem vagyok, én vagyok egyedül a pand, nem én vezetem. Hát itt semmi nincs sem, Bori. És ha átment addig a... Na, gypsy-k, 40.21-re gyertek fel. 40.22. Gyorsan áll le, sírva, hogy 40.22. Na, már 21. Változtatnak, bocsánat, 40.21. Na, merre ott megy balra! Ott megy! Ott mentek balra. Tehát itt bet. Itt balra, vissza. Ne, én vagyok, ez nem, én vagyok. Nem, tovább, azt mondják, hogy tőlünk van, nem? Balra, vissza, egyenes. A 21-esre jöjjenek át. Ide hívjátok gyorsan. Már egy átjött, már itt van, mindenki itt van, kettő is. Itt van. Ez mi? Nem vagyok, az a Rocky. Ez velünk van, Rocky. Jaj, Boré. Többiek 10-ére, 40.21-re. BMW-s utcas. Egyébként én is BMW-t láttam. A devla gyűjjön belém, ha nem. De kérd is, egy helyben nem tudnak megállni? Folyamatosan itt kell járkáljanak össze-vissza, vagy mi? De jó, most nem tudom mi van, de... Csokolom. Azt csinálom, de így nem tudom őket megvédeni, hogyha egyszer ide-oda járkálnak. Megtudod, mert úgy alakítják, hogy jó legyen, nyugi van. Na akkor hova menjünk szerintetek? Csinók a süket a rádió? Nem mond semmit? Lelépett már rég a rádiótól. Nincs a rádió. Nagyon légyen lelépett. A Csinó keresett BMW-t. Szerintem ezeket felültettek abba, hogy... Hát nekem is az az érzésebb csalé egyébként. Nem mernek ide jönni. Na figyeljetek, hol találkozzunk valahol, azt beszéljük meg, mi legyen. Miért ki a 10.099? 10.099. Milyen sírűl a keresett BMW? Éla. Jaa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 a
hallod? Nem is betéve, ne szólok. Szosztár villabosszék, megrázott Bori. Jó vagytok? Hát nagyjából. Nem vettem a fejemet, de meglecsek. Ó, nekem a térdem, Bori. Kik mögöttünk velünk vannak? Á, velük szerintem, persze. Kérdezte meg a városlakot.
Na, itt vagytok hát. Ja, szoszi van a bablevésbe, Bori. Azaz. Na mi lesz így velünk, hallod? Nem tudom, de nem merdek ide jönni. Bedaráltak egy csöppet. Hát épp tudom, szerintem felültettek minket, vagy csak nagy szájuk van. De ezért kell jobban adni, oda pörkölni nekik hétfőn. Oda is lesz meg most a kékeknek is egy kicsit. Mit kerestek itt? Kékek? Milyen? Itt voltak a kékek. Igen, egy lila BMW-vel. Tiszta a terep, mert akkor lehet... Azok nem a kékek voltak a lila BMW-vel. Az nem a kékek, Borre. Az nem a kékek. Az az emberünk. Lila BMW-vel, nem kék X6-osa van? Hát nem ilyen kékes lilás, nem? Kékes lilás, ja. A kék X6, az fent áll az autókernél lezárva. Ja. A lila akkor... M4 kupé, gondolom az jött, a kis sport kupé, nem? Srácok. Milyen BMW volt itt? Hát az más, akkor az más, de nekünk X-et kell. Lila BMW, fekete gyöngy, vagy fekete BMW, lila gyöngyházba? Fekete BMW. Jön a telepre fele. Jó. Fekete BMW, lila gyöngyházba? Hát sok állatot akar bejönni. Az lesz az? Mindjárt jön, azt mondja, mindjárt jön. Csai, az melyik kocsiba van? Engedj bejzárba a kaput utána, se kisebe. Csai, melyik kocsiba van? Jó, várjátok, ez a terepjáró bassza meg. A BMW-vel fog jönni az emberünk. Szoszi Csai! Bújjatok el, fogja ja. Az ember. Várja, beszállok. Jó, de hova vigyelek, mert már kéne bújni. Ja, hát én bújjuk ki, elég bújjuk ki veled. Olyan rátok, ide egy olyan helyre, ahol igen, rátok láttam. Ide, ide, bújjatok ide. Meg. Ide. Nem, ide. Várja, beszállj ki, beállok bentre. Kéletes. Az az űrge. Hát veszélyesen néz ki, hallod. Veszélyesen szeretnek élni ezeknél. Csom rá a fegyvert, hogy? Kiszállok. Ne. Csak a probléma van, tedd el a fegyvert és semmiféle képen az ajándékot. Levünk, csak hogyha megkívánja a szituáció. Ilyen ajándékot is el. Egy kis állt a kocsi. Ezt? Ezt. Hát ezt nekem gondoltam. Akarod adni, Borre? Hát te se, hát nem gondolt, hogy együtt az mozgó, azt egy ladával fogsz leégetni. Ó, Borre, hallod. Ugye nem gondoltad komolyan. Ó, hát te szeretem én a ladát, Borre. Jó, tudom. Van, még kicsit átszázzátok magatokat, mászkáljátok kezdet, hanem bánják rá. Köszi, Rokim. Hát nagyon kedves tőled, testvérem, nagyon, nagyon gyanázlak téged. Nagyon szépen köszönöm, Borre. Kíváncsi vagyok, mert ma 20 percet. Van benne adásvétel, majd ott a izében, hát óvatosan nagyon már elnézve eltér, hagyjuk most is. Hát jó, van, megvárjuk ezt, Bori. Konténer tetején. Igen, mert... nagyon alig a Roki. Na, ha ezzel jártok, akkor tudják, hogy... Nem mozogjatok. Jó? Nem egy ja. Na, ez jó lesz, ja. Ja, figyelj, hogyha majd lesznek ilyen közös dolgaik, Bori, tudod, akkor majd lehet, hogy... Lehet, hogy... Rá kell nekik is állni a fegyverre, mindenre, meg nem sok van. Itt kell, meg hogy nektek is akció van legalább adni, hogy odaadni nektek, hogy legyen nálatok is ilyenkor. Aha. De figyelj, tesám, és akkor mi volt ez? A kékek meg ide jöttek, Bori, vagy ez most hogy volt? 2 perc, 1 perc, hát, itt van a gyerek. Egy kis lila BMW, azt mondták, hogy a lila BMW, amit ma láttunk a publikba, azzal egy kék ruhás csaj járt el, aki ki a vicsert. Gyerek, akar hinni rendőröket, engedjük meg. Ah, az a fekete hajú. Ja, tudja, aztán igen. Jó, várj, azt mondta pirosok a BMW-s, pirosok. Azt mondta a BMW-s, rendőrökkel jön. Megyek. Rendőrökkel? Nem. Milyen rendőrök? Azt mondta, rendőrökkel jön a BMW-s. Most beszél rádióba. Ilyen érdekes. Várj, arrébb megyek, hogy kiférsz. Pont rendőrök. Nem, azt kiférlek. Mondja, 8-9 rendőrre jön. Nincs ennyi város. Azt mondja, a gyerek szerinte csak blöfföl. Hogy lehet egy kis beszari? Én megyek a telepre, mert ott vannak a pirosak. Figyelj, szerintem ezek felültettek minket, az az érzésebb. Csai, itt vagy a rádiód? Azt mondja, itt van. Figyeljetek. Most érkezik, figyeljetek. Küldjetek már le! Nem jön itt senki.
szivattak minket. Vagy pedig csak nagy szája van és nem jön ide. Ah, megérkezett? Semmi sehol. Én látom a bejáratot. Hova ez már nekünk így is tolva, húzva az a bal? Blöffölt egész végig, azt mondja, a gyerek nem jön. Nem, hát be van szarva. Na majd hétfőn, na majd hétfőn. Akkor addig kegyünk, amíg nem találjuk meg. Azt mondja a Zola barát, apád, barátod. Most ő mi legyen? Ja, figyeljetek, szerintem Csai, nekünk le kéne már feküdni, aludni, mert már eléggé el vagyunk kitizélve. Neked is? Hát én, hallod, már ragad le a szemem, szegény gyerek alig bír felpofozni. Mi, mikor? Na, melyik garázshoz megyünk? Azt, ami közelebb van. Keresztapa azt üzeni a rádióba, a nem tudom, hogy hívják, hogy jövő héten. Ahogy itt vagyunk a 99-es hogy. Anyuk meg fogja folytani. Na hát az szép lesz majd, azt hiszem, az lesz egy-két szavam. Nekem Halló, is. Gidoka, mit jelöltél be, milyen körzet számot? Főpublika. Ne, én nem jelöltem semmilyen. Ja, az is. Akkor gyertek a főgarázsba, Csai, azt ott alszunk most, jó? Na jó lesz, csak egyéb fűtés a kocsiba. Most. Ja, én megyek oda autóval. Egyéb is vissza a képvis kolléga. Figyelj ide, ne pompogjál itt a rádióba. Ha halljál nem összead, akkor én visz majd el engem oda. Csak... Hallod, az Ardika nem jött ide, az még mindig itt izét pompog a rádióba a Gidokának. Szerintem van egy olyan érzésem, hogy így lehet találkozunk vele itt a bárban. Adok egy szép palosi mondást, amelyik kutya ugat, az nem haram. De jó az a merci, az nagyon jó van, nagyon jó megy. Gyertek már haza, itt vannak egy csomóval. Hú, a szemem. Jövök mindjárt, itt vagyok főpup. Gyorsan, gyorsan. Rendben jövök gyorsan. Le tudsz így dobni gyors-gyorsan. Neketten gyertek meg, hogy 6-7-en vannak. Hát egyedül jövök, de jövünk, hát jövünk. Jó, jövünk. Érkezem 220-szal. Na, mikor érsz ide majd izé Csajékab? Fél perc, azt adj! Na, jó van. Itt van egy Mercedes, azt majd el tudjátok vinni? Igen, itt a kikötői publik, vagy nem csinok, lesz a kikötői. Csinok, tettem! Nekem tudom! Jaj, te aragudj, Csinokab! Te aragudj! Aradj nélkül! Mindenki haza! Ez majd a pufi! Apu! Ez a pufi bácsi. Köszönöm szépen, hogy kedves vagy, ugrálok is ki, amit tudom csatolni az ember. Hát ne haragudj, Gidokám, jó vagy, gyertek, hát tízzelek. Jó vagyok, kicsit bevertem a fejem. De na, jó pufi, van. Pufi bácsi ott bemutatott neked. Hát jó van, most nem érjük rajta pufizni, majd elkapjuk azt is hétfőn. Jó van. Meg kell ezeket nevelni, uram? Na végre, hát valahára. Na figyelj, köszönöm testvérem, szépen, nagyon szépen amit... köszönjük itt a lehetőséget, aztán figyelj, hétfőn majd akkor... Nem várunk rájuk, mi keressük meg őket. Ja, a bocsi bukott lett, meg oda rángattunk benneteket, na. Da, semmiség, hát... Én ha kell, lövök, tudják. Persze, figyelj a testvérem, ezt a másik fekete mercit nem tudod lezárni. Igen, már elhoztuk. Na mindegy, akkor itt hagyjuk, jó? Hagyják csak. Tehát meg mi vagyunk az elsődlegesek. Na jó van, legyen neked szerencsés, testvérem. Jó, legyen nektek is a legnagyobb szerencse. Na, ciao, ciao, ciao. Na, hol aludjuk, Csai? Én Mercedes mögé lefekszek. Na, jó van, aludjál jó Gidokám, aztán akkor majd hétfőd. Sakba tartanak bennünket. Hát azért annyira nem vagyunk. Na, neked is, Csai. Jó éjszakát, Koba, jó éjszakát. Jó éjszakát, Gidokám. Na, majd hétfőn, sziasztok. Na, véghez visszük itt a dolgokat. Na, muszáj lesz. Na, Csai, jó foglalkozz, gyere a Belizbe. Na. Hát, 2,5 óra lett. 2 órát terveztem csak. Na mindegy, nagyon szépen köszi nektek, hogy itt voltatok. Ó, csak közben. Na mindegy, most lehet, hogy nem fognak nekem örülni, de kilépek a játékból.
Aztán hétfőn fogjuk folytatni ezt a szálat. Akkor lesz papi is. És akkor meglátjuk, hogy mit tudunk ebből kihozni, amit ma összeraktunk. Remélem nagyon jó lesz. Előkészítettünk szerintem mindent. Aztán meglátjuk, hogy lesz. Úgyhogy gyertek és tartsatok velem hétfőn. Minden folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm, akik ma részt vettek ebbe az RP-ben. Nagyon jó volt. Köszönöm szépen Kóza Nosztrának a kis segítséget. Meg hát Jasusnak is a találkozót, meg mindenkinek nagyon-nagyon jó volt. Remélem, ti is élveztétek. Jó kis műsor volt. Én nagyon élveztem. Úgyhogy hétfőn folytatjuk innen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Jó éjszakát és kellemes hétvégét mindenkinek. Sziasztok!